Tizedik fejezet Rachel elaludta 310-es lakosztály széles ágyán, a Mariot szállóban. Háton feküdt, mint egy halott. Úgy elbeszélgették az időt a kávézóban, hogy hattunk is hiány lekéste a tanúvallomásra kitűzött időpontot. Hatton öt perccel négy előtt nézett az órájára, odadobta a kulcskátyáját Richardnek, s megkérte, hogy vigye föl a csomagját a szobába. Majd elrohant a bíróságra. Ricsőr felment a csomaggal a lakosztályba. Nem volt oda a 310-es szobáért. A harmadik emeleten volt a szoba, ahonnan nehéz menekülni. A nyolcas motelszoba ezzel szemben a földszinten volt, tehát eleve több esét adott baj esetére. Az ember kinyitja az ablakot, kilép a sikátorra, vagy keres egy másik ajtót, vagy ablakot. Arról nem beszélve, hogy a merriott ablakai nem is biztos, hogy nyithatók. Biztonsági megfontolásokból vagy anyagi okokból, például a légkondicionálás költségeinek csökkentése okán az ilyen szállókban sok helyen nem nyithatók az ablakok. Rövid időre minden esetre megfelel. Richard tehát lehúnyta a szemét és állomba szenderült. Aludj, amennyit csak Bész, mert soha nem tudhatod, mikor lesz rámódod újra. Régi aranyszabály ez a seregben. Emelzon terve elég egyszerű volt. Donna Biancát berakta a hetes szobába. A két járőrnek szólt, hogy vigyék el a rendőrautót három utcával arrébb, majd menjenek vissza és várjanak a kilences szobában. Egy másik kocsit a motel mögötti utcába állítatott, és még egyet kivezényelt két utcával lejjebb, délre, az autókereskedés közelébe. A portásnak megmondta, hogy maradjon ébren, figyeljen az ablakon keresztül, és azonnal hívja biankát, ahogy a Heftner néven ismert fickó megjelenik. Eileen Hutton 4.30-kor ért vissza a Meriotba. A recepciónál nem vált rá se a kulcskátjája, sem pedig üzenet. Így felment a lifttel, és követte a nyilat a 310-es számhoz. Bekopogott. Rövid szünet után Rachel kinyitotta az ajtót. – Milyen a szobám? – kérdezte Hattin. – Az ágy kényelmes – mondta. – Emelzon azt mondta, azonnal hívjam fel, ha látlak – mondta Hattin. – És megteszed? – Nem. – Hamis tanúvallomás és egy szökevény rejtegetése. Mindez egyetlen nap alatt. Hattin belekotolt a tálcájába, és előhalázta Emelzon névjegykártyáját. Te vagy az egyetlen gyanúsított. Három külön telefonszámot is adott. Elég komolynak hangzik. Richard elvette tőle a kártyát. Betette a hátsó zsebébe, a szalvét a mellé, melyre Helen Rodin mobil száma volt felírva. Lassan olyan lesz, mint egy két lábon járó telefonkönyv. Hogy ment a dolog Rodinnel? kérdezte. Simán, Richard nem szólt semmit. Hatton körbe járta a lakosztályt. Fődőszoba, háló, nappali, főzőfülke. Fogta a bőröngyét, és szépen a fal mellé támasztotta. – Itt akarsz maradni? – kérdezte. Richard rázta a fejét. – Nem tehetem – mondta. – Oké okay. mondta Hatton. – De visszajöhetek később, ha gondolod. Hatton hallgatott pár másodpercig. Oké, mondta. Gyere vissza később. Alex Rodin visszament az irodájába, becsukta az ajtót és felhívta Emelzont. Nincs még meg? kérdezte. Idő kérdése, mondta Emelzon. Mindenütt keressük, és szemmel tartjuk a szobáját. A régi motelben szállt meg, állnéve jelentkezett be. Különös, mondta Rodin. Ez azt jelenti, hogy a metrópóban is álnevet használt. Ellenőrzöm, mondta Emelzon. Megmutatom a személyzetnek a képet. El kell kaptunk, mondta Rodin. Letette a telefont, és elképzelte maga előtt a két új, bekeretezett újságoldalt a főcímekkel az irodája falán. Először bar, aztán Richard. Creature kijött Hatton lakosztályából, és a lift helyett a lépcsőt használta. A földszinten nem a hal felé, hanem a hátsó folyosó és a vészkiárat felé vette az irányt. Kinyitotta félig a vészkiárati ajtót, lábával kitámasztotta. Elővette Emelzon névjegykártyáját, félbetépte, majd az üres felét négyrét hajtogatta hüvelykújjával benyomta az zár nyelvét, és az összehajtogatott névjegykártyát ékként beillesztette. Ezután óvatosan behúzta az ajtót, majd kilépett az utcára, és éjszak felé vette az irányt. A járda zsúfolt volt, és az utakon is kezdett beállni a forgalom. Normális tempóban lépkedett, testmagasságát kihasználva folyamatosan pásztázta a környéket, Megpillant-e valahol egy járőrkocsit vagy sarki rendőrt? Még mindig meleg volt, de valahonnan már érződött a fronthatás. Érződött a légkörben a növekvő légnyomás, az orrába bekúszott a nedves föld és a műtrágya szaga. A felüljárós stráda szakaszhoz ért, ahol nyugat felé fordult. A cölöpökre emelt autó 12 méter magasan kanyarodott. Alatta rendetlen parkolóhelyek, tele szeméttel, hulladékkal, építési törmelékkel. Elhaladt a fekete üvegtorony mögött, és követte a levegőben ívelő autópálya kanyarulatát a könyvtár épület mögé. Hirtelen megállt, és a cipőjével kezdett bajlódni, mintha egy kavics ment volna a talpa alá. Ahogy lehajolt, a karja alatt visszanézett, de nem látott senkit, nem követték tovább ment. A könyvtár után a plázától keletre megállt egy pillanatra annál a pontnál, amely fölött egy nappal korábban Helen Rodinnal leálltak a strádacsikkal megjelölt háromszögében, és ahol James Barnak is parkolnia kellett volna pénteken. Tizenkét méterrel lejjebb más volt természetesen a látvány, de a geometria ugyanaz. Látta a hervat virágokat a medence déli falánál. Azon túl a toborzó iroda épületét egyesével, kettesével léptek ki az emberek az ajtón. Az órájára nézett. Tíz perc múlva öt. Tovább ment egészen a Föld Street legészakabra fekvő ház tömbjéig. Megkerült egy tömböt délfelé, majd hármat keleti irányba, s így nyugati oldalról közelítette meg a parkolóházat. Felment a bejárati rámpán, és felfedezte a biztonsági kamera lencséjét. Egy lapos, fekete dobozra volt rászerelve a koszos lencse, két betongerenda magasan fekvő találkozási pontjánál. Integetett felé. Túl magasan volt, ideális elhelyezés. Ha alacsonyabbra helyezik, a kamera másfél napig se tartott volna. Felment a rámpán a második szintig. Észak-keleti irányba tartott, a legtávolabbi sarok felé. A garázs csendes volt és nyugodt, jól lehet, teljesen megtelt. A James Barr által használt helyen is állt egy kocsi. Nincs helye érzelemnek egy nagyvárosi parkoló forgatagában. Tiszteletadásnak meg pláne nincs. A régi és az új parkolóház közötti határvonalat háromszoros szalagkorláttal jelölték az oszlopok között. A sárga-fekete építőipari szalagok Figyelem építési terület, fölött a rendőrség kékfehér új szalagjai. Hatóságilag lezárt terület, belépni tilos. Vícsör egyszerűen megemelte a szalagokat, és átbújt alattuk. Még csak le se kellett térdelnie, nem kellett a nadrágját bepiszkítania, nem kellett szövett darabokat a helyszínen hagynia. Még úgy sem, hogy ő maga 15 centivel magasabb, mint bar és a zárószalagok 15 centivel alacsonyabban húzódtak, mint amikor Bar itt járt. Ez a fickó tehát szó szerint mindent megtett azért, hogy annyi nyomot hagyjon maga után, amennyi csak lehetséges. Richard ment tovább a félhomályban. Az új építmény téglalap alakú, talán 40 méter lehet déltől észak felé, és 100 méter keletről nyugatra. Ami azt jelenti, hogy 35 lépést kell megtennie, amíg az új északkeleti sarokba ér. Két méterre a peremfaltól megállt, és lenézett jobb felé. Tökéletes kilátás. Nem kell az oszlopnak támaszkodni. Nem szükséges a hátát az oszlopnak dölzsölnie, mint egy lónak a nyári mezőn. Állt és figyelt. Egyre többen jöttek ki az irodaházból. Voltak, akik megálltak és cigarettára gyújtottak. Mások nyugat felé indultak, volt aki lassan, volt aki tempósabban. Mindannyian megkerülték a medence északi végét. Senki nem ment arra, amerre bar áldozatai. Az emlékezés virágai mindenkit elbátortalanítottak. Éppen ezért nehéz volt megítélni, hogy a pénteki helyszín egészen pontosan hogyan nézhetett ki. Nehéz, de nem lehetetlen. Richard figyelte az embereket, próbálta felmérni a mozgási sebességüket. Alig, hanem lassan léphettek be a fal melletti szűkületbe, ahol csak egyesével tudtak haladni pénteken. Lassan, de nem túlságosan lassan. És közel voltak. A mérsékelt tempó és a közelség együtt megnehezítette a feladatot. Alapelv a nagy távolságú fegyverhasználat. Ha egy madár száz méternyire tőled repül el az égen, könnyebb eltalálnod, mintha ugyanaz a madár ugyanazzal a sebességgel, közvetlenül az orrod előtt húz el. Ugyanaz a madár ugyanazzal a sebességgel tőled hat lépésre leszedhetetlen célpont. Récsörnézte nézte az embereket, amint jobbról balra áramlanak. Egyik szemét lehúnyta, kinyújtotta a karját, és az ujjával célzott. Klik, 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 klik. Hat szélzott lövés. Négy másodperc. Gyors, kemény geometria. Feszültség, könnyű észrevehetőség, sebezhetőség. Hat lövés, beleértve a szándékos hibát. Kivételes teljesítmény. Ezek nem felejtenek. Lejtette a karját. Hideg volt a homályban. Megbolyzongott. Dohos, nyírkos volt a levegő, szagú. Kuvaidban forróság volt. A levegő szikrázott, és tele volt az éget por és a sivatagi homok szagával. Récsör állt a parkolóházban, és izzadt. Az utca vakított odalent. Gyilkosan, mint egy fölfűtött kemence. Kuvaiti forróság. Ott négy lövés. Itt hat lövés. Preacher állt és nézte az irodaépületből kijövő embereket. Sokan voltak. Tizen, tizenketten, tizenöten, húszan. Elfordultak, észak felé tettek egy kitérőt, aztán újra irányt változtattak nyugat felé, és áthaladtak a medence és az NBC gránit cég táblája között. Elegendő teret hagytak egymásnak. De ha a fal és a medence közötti szűk átjáró haladtak volna át, akkor értelemszerűen összezsúfolódnak. Sokan vannak. Hat lövés négy másodperc alatt. Richard olyan alakot keresett, aki nem mozog. Nem látott ilyet, se zsarult, se öreg embert ódivató öltönyben. Megfordult, és visszament ugyanazon az úton. Fölemelte újra a szalagot, átbújt alatta, és lement a rámpán. Az utcán nyugat felé fordult, a stráda hídja felé. A könyvtár felé haladt. Belépett az előcsarnokba, és odament a nyilvános telefonhoz. Elővette a nadrág zsebéből a szavétát és fölhívta Helen Rodin mobilját. Helen az ötödik csöngetésre vette fel. Richard látta maga előtt, ahogy a nő kotorászik a táskájában, ráhunyorog a kijelzőre, matat a nyomógombokon. – Egyedül van? – kérdezte Richard. – Richard? – Igen. – mondta. Egyedül van? Igen, mondta Helen. De maga elég nagy bajban van. Kitől tudja? Apámtól. Hisz neki? Nem. Fölmegyek magához. Van egy zsaru a halban? Gondoltam. A garázson átmegyek. Richard letette a telefont, kiment az utcára, át a stráda hídja alatt. Közben folyamatosan figyelt, nehogy egy rendőr kiszúrhassa. Egyenesen lement a garázsba, elhaladt az NBC közvetítőkocsijai mellett, látta a mustángot, amelyről azt gondolta, hogy N. Janni-e lehet, és odaért a lifthez. Megnyomta a gombot, és várt. Az órájára nézett, 5.30. A legtöbben most hagyják el az épületet. A lefelé jövő lift biztos, hogy megáll a földszinten, az előcsarnok szintjén. De a fölfelé menő talán nem. Legalábbis remélte. Megjött a lift, hárman szálltak ki belőle. Richard belépett. Megnyomta a négyes gombot. A lift elindult fölfelé, majd megállt. A halnál. Az ajtók szétnyíltak, mint egy színházi függöny. Ott állt a zsaru, két lépésre richard Kifelé nézett. Terpezben állt csípőretett kézzel. Olyan közel volt, hogy Richard szinte meg is érinthette volna. Egy férfi lépett be a liftbe. Nem szólt semmit. Csak bólintott, ahogy az együtt liftezők üdvözlik egymást, kurtán, visszafogottan. Richard visszabólintott. A fickó a hetes nyomta meg. Az ajtó még mindig nyitva állt. A kopó az utcát figyelte. Az új fickó megint megnyomta a gombot. A zsaru megmozdult. Hátra csúsztatta a fején a sapkáját, és ujjaival megvakargatta a fejbőrét. Az ajtók bezáródtak. A lift elindult felfelé. Récsör kiszállt a negyediken, átnyomakodott egy hazafelé induló kisebb csoporton. Helen Rodin nyitva az irodája ajtaját. Várta őt. Récsör belépett, Helen becsukta mögötte az ajtót. Rövid, fekete szoknyát viselt, fehér blúzzal. Fiatalnak látszott, mint egy iskolás lány és aggodalmasnak, mint egy gondokkal küzdő ember. Hát kellene adnom magát, mondta. De maga nem tesz ilyet, mondta Rachel. Nem, mondta Helen. Kötelességem lenne, de nem teszem. Igazság szerint megkedveltem azt a lányt, mondta Rachel. Aranyos kis csaj volt. Csapdába csalta magát? Nem lett semmi bajom. Valaki nem szerette azt a lányt? Nem tudhatjuk. Ez nem szeretett kérdése, ő volt éppen kéznél. Ennyi az egész. Eszköznek használták. A bábjátékos tényleg nagyon nem akarja magát itt? Richard bólintott. Ez rohadtul igaz. De a fickó most kicseszett magával, mert ezek után egészen biztos, hogy nem szabadul meg tőlem. Maradok, és ezt éppen ő garantálta. Biztonságos ez? Eléggé biztonságos. De ez a dolog, ami a lányjal történt, kissé megköti a kezemet. Úgy, hogy a munkadandárja most magára vár. Helen bevezette Richard a belső irodába. Az ügyvédnő leült az íróasztalához. Richard nem ment az ablak közelébe. A padlóra ült le, és a hátát a falnak támasztotta. Már elkezdtem a munkát, mondta Helen. Beszéltem Rózmérival és balszomszédaival is. Aztán visszamentem a kórházba. Azt hiszem, egy Charlie nevű fickót kell megtalálnunk. Alacsony, ürge, fekete tüskehajjal. A fegyverek érdeklik. Az az érzésem, hogy bujkál a fickó. Nem lesz könnyű megtalálni. Mióta van a színen? Öt vagy hat éve. Ő az egyetlen hosszabb ideje meglevő, néven nevezhető barát, akiről tudunk. És az egyetlen, akiről bar beszélt. Richard ismét bólintott. Ez beleillik a képbe. És bar, nem ismeri Cseh és soha nem használt drogot? Elhiszi neki? Igen, elhiszem, mondta Helen. Komolyan, e pillanatban mindent elhiszek, amit mond. Tizennégy éven át teljesen átalakította az életét, és most nem tudja elhinni, hogy visszazuhant. Azt hiszem, ugyanúgy felvandulva, mint mindenki más. Kivéve az áldozatokat. Várjunk egy kicsit, Richard. Valami hátborzongató dolog zajlik itt a háttérben. Ez a Charles nevű fickó tud a kuvaiti ügyről? Bar nem volt hajlandó beszélni erről, de azt hiszem, igen. Hol lakik? Bar nem tudja. Nem tudja. Csak lófrál a pasas. Néha felbukkan. Ahogy mondtam, nem lesz könnyű megtalálni. Richard a falat nézve hallgatott. Beszélt Eileen Hattonnal? kérdezte Helen. Nem jelent veszélyt. A hadsereg továbbra is őrzi a titkot. Megtalálta a fickót, aki követte magát? Nem, mondta Richer. Azóta nem láttam, alig ha nem visszarendelték. Akkor hát semmire se jutottunk. Épp ellenkezőleg. Nagyon is messzire jutottunk. Most kezd kibontakozni előttünk az ügy. Most már van előttünk legalább négy fickó. Az egyik az öreg szivar a szögletes öltönyben. A másik a Charlie nevű fickó. A harmadik egy erős fiú, aki nagy darab és balkezes. Ez hogy jön a képbe? Ő ölte meg a lányt tegnap éjjel. Az öreg fószer túl öreg ehhez, Charlie pedig úgy fest, túl kicsi. És az ütés nyomba ütésről ütésről tanúskodik. És a negyedik lenne a bábjátékos. Richard bólintott aki valahol a háttérből irányítja a dolgokat és húzogatja a zsinegeket. De hogyan találjuk meg őt? Ahogyan visszarendelte az öreget, aki magát követte, ugyanúgy feltételezhetjük, hogy Csárlit is visszavonta. Lapulnak, mint szar a Van egy másik megközelítési útvonal is. Még jó széles. Hol? Nem vettünk észre egy egészen nyilvánvaló dolgot, mondta Richard. Úgy is mondhatnám, rossz végén vizsgáltuk a flintát. Csak azt néztük, hogy kilőtt vele. Mit kellett volna tennünk? Jobban használni az eszünket. És pedig? James Barr négyszer lőtt Kuwait City-ben, itt pedig hatszor. Oké, okay. mondta Helen. Itt két golyóval többet lőtt ki, és? Csak hogy ez nem így van, mondta Richard. Legalábbis, ha más szemszögből vizsgáljuk a dolgot. Akkor ugyanis arra az eredményre jutunk, hogy itt valójában négy lövéssel kevesebbet adott le. Ez nevetséges. A 6.2-vel több, mint négy, és nem négyel kevesebb. Kuwait City nagyon meleg hely. Déltájban elviselhetetlen a hőség. Az ember bekattan, ha ilyenkor megy ki az utcára. Ezért az utcák többnyire üresek. És? És Kuwait City-ben James Barr legyilkolt minden emberi lényt, aki az adott pillanatban a szeme elé került. Egy, kettő, három, négy, és kész, a játéknak vége. Az utca teljesen üres volt, kivéve a mi négy emberünket. Ez a négy fickó volt csak olyan marha, hogy kimenjen a hőségbe. És bar mindegyiket elintézte. Lesöpörte az asztalt. Akkor logikusnak tűnt számomra. A rózsaszín permetet akarta látni. Szöget ütött a fejemben, hogy megelégedhetett volna egyel is, hiszen attól is kielégülhet, de nem így történt. És akkor támadt az az érzésem, hogy a fickó addig lő, amíg célpontot lát maga előtt. Amíg ki nem üríti a tárat. Kuwait City-ben ez történt. Csak akkor hagyta abba, amikor a célpontok elfogytak. Helen Rodin nem szólt semmit. Itt viszont nem fogytak el a célpontok, folytatta Richard. Legalább tucatnyi embernek kellett lennie az adott pillanatban a fal és a medence közötti szűkületben. Vagy tizenötnek, de tíznél többnek, az biztos. És tízes tár volt nála, de a hatodik lövés után leállt egyszerűen abba hagyta. Négy lőszert hagyott a fegyverben. Mindez szépen föl van sorolva Bell Antonio hivatalos kimutatásában. És én erről beszélek. Kuwait City-ben annyit lőtt, amennyit csak lehetett, itt viszont négyjel kevesebbet, ami egészen más lélektani helyzetre utal. Itt nem akarta lesöpörni az asztalt. Vajon miért nem? Mert sietett öntöltő fegyvere volt. Az üzenet rögzítő hatlövés hallatszik négy másodperc alatt. Ami azt jelenti, hogy tíz kilövéséhez mindössze hét másodpercre lett volna szüksége. Három másodperc semmit se számított volna neki. Helen erre nem tudott mit mondani. Megkérdeztem tőle, folytatta Richard. Amikor bent voltam nála a kórházban, Megkérdeztem, hogyan hajtaná végre elméletileg. Mintha csak egy felderítő eligazításon lenne. Elgondolkodott rajta. Ismeri a környéket. Azt mondta, hogy a strádán parkolna le, a könyvtár mögött. És azt mondta, hogy lehúzná az ablakot, és kiürítené a tárat. Helen hallgatott. De nem ürítette ki a tárat, folytatta Richard. Hat lövés után abba hagyta. Egyszerűen leállt. Hidegen, higgadton. Ami az egész dolog kinézetét megváltoztatja. Ezúttal nem egy olyan őrültről van szó, akinek feltett szándéka, hogy a várost terrorizálja. Nem a vérontás élvezetéért tette. És nem véletlenszerűen Helen. Nem hisztérikusan, hanem speciális, behatárolt, koherens célzattal. Ami megfordítja a látószöget. Ezt fel kellett volna ismernünk. Látnunk kellett volna, hogy az egész az áldozatokról szól, és nem a tettesről. Ezek nem egyszerűen pehes emberek voltak, akik rosszkor, rossz helyen tartózkodtak. Célpontok voltak? kérdezte Ellen. Még hozzá gondosan kiválogatva, felelte Rícsör. És abban a pillanatban, ahogy elterültek, bar összepakolt és távozott négy megmaradt lövedékkel. Egy kaotikusan hisztérikus jelenet nem így végződött volna. Addig húzta volna a ravaszt, amíg ki nem üríti a tárat. Szóval ez nem a féle szadisztikus dáridó volt, hanem kitervelt merénylet. Mindketten hallgattak egy darabig. Meg kell néznünk, kik az áldozatok, szólalt meg végül Richard. És azt is meg kell tudnunk, ki akarhatta a halálukat. Csak ez vezethet el minket oda, ahová el akartunk jutni. Helen Rodin nem mozdult. És mindezt gyorsan kell tennünk, mondta Richard. Nekem ugyanis nincs sok időm, és az elmúlt három napot lényegében azzal fecséreltük el, hogy fordítva ültünk a lovon. A fáradt arcú, harminc éves orvos a megyei kórház hatodik emeletén éppen befejezte a délutáni vizitjét. James Bart utoljára hagyta. Részint, mert nem számított drámai változásra az állapotában, részint pedig azért, mert nem érdekelte a sorsa. Beteg tolvajokat és szélhámosokat gyógyítgatni se nagy öröm, de egy tömeggyilkost ápolni az mégiscsak abszurdum. Kétszeresen is az, hiszen ahogy Bart alpra áll, már is visszafektetik és leszíjazzák, hogy néhány orvos kolléga átküldje őt a más világra. De hát etikai kötelezettségek is vannak a világon. Sajnos. Úgy, hogy az orvos kényszeredetten ugyan, de bement bar szobájába, és megnézte a korlapját. Elővette a tollát. Rápillantott a gépekre. Aztán a betegre, aki ébren volt. Mozgatta a szemeit. Éber, írta be az orvos. Elégedett? kérdezte. Nem igazán, mondta bar. Kommunikál, írta be az orvos. Bar jobb kezén a bilincs enyhén zörgette az ágyvasat. Jobb keze remegett, és a mutató és hüvelykúja állandó mozgásban volt, mintha egy képzeletbeli viaszgolyót gyúrogatna. Ezt hagyja abba, mondta az orvos. Mit hagyjak abba? A kezével? Nem tudom. Ez új dolog? Egy vagy két éve van. Nem csak amióta magához tért? Nem. Az orvos ránézett megint a korlapra. Életkora 41. Iszik? kérdezte. Nem igazán, mondta bar. Néha pár kortyot, a segít elaludni. Az orvos természetesen egy szót se hitt neki, és belelapozott a májfunkciós tesztjébe, amely nem jelzett kóros elváltozást. Nem iszákos, tehát nem alkoholista. Volt mostanában orvosnál? kérdezte. Nincs biztosításom, mondta Bar. Zsibbadás a végtagokban? Egy kicsit. Igen. A másik kezénél is jelentkezik? Néha. Az orvos megint elővette a tollát, és a korlap aljára írta, megfigyelt remegés a jobb kézen, nem posztraumás, primer diagnózis szerint alkohol valószínűtlen, merevség a végtagokban, esetleg P.A. korai stádiumban? – Mi bajom van? – kérdezte Bar. – Pafa be! – mondta az orvos, majd dolga végeztével visszacsatolta a korlapot, és kiment a szobából. Helen Rodin végignézte az ügyészségtől megkapott kartonokat, és kiemelte a James Barr elleni vádpontokat részletező iratot. Indiana állam törvényének számos technikai jellegű megsértése mellett a hivatalos dokumentum ötrendbeli emberölés vádját tartalmazta, és felsorolta az áldozatok nevét, nemét, életkorát, címét és foglalkozását. Helen végig szaladt a listán, és újjával követte a cím és a foglalkozás oszlopait. Nem látok semmi szembetűnő kapcsolatot, mondta. Nem úgy gondoltam, hogy mindegyikük célszemély lett volna, mondta Rachel. Valószínűleg csak az egyikük. Legfeljebb ketten. A többi csak porhintés. Ámokfutásnak átszázott merénylet. Ez a feltevésem. Hozzálátok a munkához, mondta Helen. Holnap találkozunk, mondta Rachel. A tűzlépcsőt használta a lift helyett, és észrevétlenül visszajutott a garázsba. Föllopakodott a rámpára, aztán át az úton, megint az autópálya hídja alá. A láthatatlan ember. Élet az árnyékos oldalon. Elvigyorodott. Aztán megállt. Úgy döntött, keres egy nyilvános telefont. Talált is egyet egy Márta nevű kis zöldségesbolt oldalában, két sarokkal éjszakra attól az olcsó üzlettől, ahol felruházkodott. A zöldséges egy széles útra nézett, amelyet részben parkolónak használtak, öt rézsútos parkolóhely volt fölfestve, mindegyiken állt egy kocsi. Mögötte magas téglafal, üvegcserepekkel a tetején. Az utca 90 fokban elfordult a zöldséges bolt mögé. Richard úgy vélte, hogy azután újra elfordulhat valamerre, és úgy vezet ki a következő háztömbhöz déli irányba. Elég biztonságos, gondolta. Elővette Emelzon félbetépet névi egy kártyáját a zsebéből. A mobil számot választotta. Tárcsázott. Vállával a falnak támaszkodott, és figyelte az utca mindkét végét, s közben hallgatta, hogy a vonal túlsó végén kicsöng a telefon. Igen? Szólt bele Emelzon. Egyet találhat. Ki vagyok? Mondta Richard. Richard? Bingo. Hol van? Még a városban. Hol? Nem messze. Tudja, hogy keressük magát, igaz? Hallottam. Hát akkor legjobban teszi, ha feladja magát. Nem hinném. Akkor is megtaláljuk, mondta Emerson. Gondolja? Könnyű lesz. Hallott már egy Franklin nevű fickóról? Természetesen. Kérdezze meg tőle, mennyire könnyű. Az más volt. Maga akkor nem volt itt. Voltak a motelben, ugye? A vonal túlsó végén csend. Emerson nem válaszolt. Tartsa ott az embereit, mondta Richard. Lehet, hogy visszamegyek. Másfelől viszont lehet, hogy mégsem. Megtaláljuk. Semmi esély. Nem elég jók hozzá. Lehet, hogy lenyomozzuk a hívását. Megkímélem magukat ettől a fáradtságtól. Egy Márta nevű zöldséges volt mellett állok. Jobban tenné, ha bejönne hozzánk, még megfázik. Alkut ajánlok, mondta Richard. Találja meg, kihelyezte el a forgalomterelő kúpot a garázsban, és akkor meggondolom, hogy esetleg bemegyek oda. Bartette oda, maga is tudja, hogy nem. A kocsija nincs rajta a videószalagon. Mert egy másik járművet használt. Nincs másik járműve. Kölcsön kért egyet. Egy barátjától? Kérdezte Richard. Lehet. De az is lehet, hogy a barátja tette oda a terelőt. Bárhogy is volt, találja meg ezt a barátot, és akkor meggondolom, hogy bemegyek-e magukhoz. Több száz kocsi van azokon a videószalagokon. Megkapta a forrásokat, mondta Richard. Nem alkuszom, mondta Emelzen. A neve azt hiszem Charlie, mondta Richard. Alacsony fickó, fekete tüske hajjal. Nem alkuszom, ismételte Emelzon. Nem én öltem meg a lányt, mondta Richard. Mondja maga. Kedveltem őt. Mindjárt elsírom magam és azt maga is tudja, hogy tegnap éjjel már nem a metropolban voltam. Ezért intézte előtt éppen ott. És nem vagyok balkezes. Ezt nem értem. Mondja el Bellantóniónak, hát ha ő elmagyarázza magának. Elkapjuk magát, Richard, mondta Emelson. Soha, mondta Richard. Ez még senkinek sem sikerült. És ezzel letette a telefont átment az úton, észak felé osont egy fél háztömbnyit, elrejtőzött egy használaton kívüli útterelő betonton mögött egy üres parkolóban. Várt. Hat perccel később két járőrkocsi tűnt fel Marta zöldséges boltjánál. A piros lámpáik villogtak, de szirénát nem használtak. Négy zsaru ugrott ki. Kettő bement a boltba, kettő pedig kereste a telefont. Récsör figyelte, ahogy kisvártatva újra összegyűlnek a járdán. Figyelte, ahogy minden oldalról megkerülik a sarkokat. Figyelte, ahogy beismerik a verességüket. Látta, amint egyikük előveszi a rádió adóvevőjét és jelenti a helyzetet. A testbeszéde mindent elárult. Kifelé fordított tenyerek, várándítások. Aztán a beszélgetés véget ért, és Richard kelet felé osont vissza a merjodba. A zeknek mindkét kezén egy-egy ujja, illetve hüvelyk ujja maradt. A jobb kezén fagyás következtében a mutató ujjának csak a csonkja feketé lett. Egykoron egy teljes hetet töltött a szabadban, a borzalmas fagyban a hajdani vörös hadsereg köpenyét viselve. A köpeny előző tulajdonosának övre csatolt kula csak a gúnya jobb zsebét. Ilyen triviális dolgokon múlik olykor a túlélés. A zek bal keze akkor megmenekült, jobb keze azonban nem, amelyről lefagytak az ujjai. A bal kezén megmaradt a mutató új. A hiányzó többiből kettőt egy szadista amputált, kertényeső ollóval. A harmadikat maga a zek vágta le, egy élesre köszörült kanállal a munkatáborban, mert így nyomorékká nyilvánították, s ez még mindig nagyobb esélyt adott a túlélésre, mint a munka. Csonkolt kezek. Két szuvenír a sok közül azokból az időkből. Nem foglalkozott vele túl sokat, de a modern életet eléggé megnehezítik az efféle fogyatékosságok. A mobiltelefon például olyan átkozott túl kicsi telefon telefonszáma például tíz számjegyből állt, de a zek addig sosem tartott meg egy mobilt, hogy érdemes legyen számokat táplálni a memóriájába, őrültség lett volna. Végül csak megbírkózott a számokkal, és lenyomta a hívás gombot is a bal keze kis ujjával. Aztán átpaszolta a készüléket a jobb tenyerébe, és a füléhez tartotta. Nem kellett túl közel szorítania, így is remekül hallott, ami önmagában is csodaszámba ment. Igen, mondta Linszki. Nem találják, mondta azek. Nem kellett volna leállítatnom a megfigyelését. Az én hibám. Hol keresték? Mindenfelé. Előző el a motelben szállt meg. Már oda települtek, de szerintem nem fog visszamenni. Az ügyvédi irodához is küldtek egy embert. Amúgy sötétben tapogatóznak. És most mit tegyek? Azt akarom, hogy találd meg. Használd csenkót, és vagy és Raskint is oda küldöm. Működjetek együtt, találjátok meg még ma éjjel, és azonnal jelentést kérek. Ricső megállt két sarokra a mariottól. Pontosan tudta, mit fog tenni Emerson. Belelátott a rendőr fejébe, ő maga is ugyanezt csinálta 13 éven át. Emerson először is összeállított egy listát, gyakran látogatott helyek, társaságok. A frekventált helyek kategóriájában most az éttermek kívánkoznak az első helyre. Kocsikat küld majd mindenhová, beleértve a kávézókat, és a Helen Rodin által kedvelt saátabárt, meg persze a sportbárt is. Ezután számba veszi a feltételezhető társaságot amely ezúttal alig hanem Helen Rodinra korlátozódik Emelzon fejében. Fölküldi a rendőrt az üvegtorony haljából a negyedikre, és bekopogtat az ügyvédi iroda ajtaján. Aztán persze Eileen hatton se felejti el. Éppen ezért át meg Richard két háztömbnyire a hoteltől. Körbekémlelt, hogy keressen egy rejtek helyet. Egy cipőbolt mögött talált egy embermagasságú téglafallal három oldalról védett hulladék lerakót, alumínium konténerrel. Innen jól szemmel lehet tartani a Merriott főbejáratát. A hely korán sem volt kellemetlen. A konténerből cipős dobozok és új cipők szaga áradt. A legjobb szagú szemét lerakó, amivel valaha is találkozott. Minden esetre jobb, mintha egy halas stand mögé bújt volna. Úgy számolt, ha Amazon hatékonyan dolgozik, akkor legfeljebb 30 percet kell várnia. Ha nagyon hatékony, akkor húszat. Az átlagos zsaru sebesség egy óra körül lenne. Nekidőlt a konténernek és eltűnődött. Nem volt még késő, de az utcák már elcsendesedtek. Kevés járók elő volt. Richard figyelt és várt. Aztán a friss szaga elterelte a figyelmét. Valamikor nem ártana benézni ide a boltba, és venni egy új cipőt. Vizsgálgatta az elnyűlt bakancsát. Vékony talpak, könnyű viselet, túlságosan is könnyű. Miami-ban megfelelt, itt azonban nem a legalkalmasabb. Meg aztán a jövőre sem árt gondolni. Maga elé nézett, összerakta a lábait, majd az egyiket előre nyújtotta. Megállt. Aztán ugyanezt a műveletet a másik lábával is elvégezte. Megint megállt, mintha jéggé dermet volna. Megint maga elé nézett, és valami motoszkálni kezdett az agyában. Valami, ami Bellantónió bizonyítékaival kapcsolatos. És azzal a több száz oldalnyi kinyomtatott anyaggal. Fölnézett, mert a szemes sarkából mozgást érzékelt a Mariot főbejárata körül. Egy járőrkocsi tetejét pillantotta meg. Két zsaru szállt ki a kocsiból. Récsor az órájára nézett. 23 perc. Elmosolyodott. Emerson elég jó, de azért nem világbajnok. A kopók bementek a szállodába. Most úgy öt percet elidőznek a recepciónál. Az alkalmazott gondolkodás nélkül be fogja mondani Hatton szobaszámát. számát. A szállodai személyzet ezekben a kisvárosokban nem éppen az adatvédelmi biztos hadserege. No, a vendég másnap mindig távozik, a helyi rendőrség viszont marad. A kopók tehát fölmennek Hatton szobájához, bekopognak. Hatton beengedi őket, nincs rejtegetni valója. A saruk körbeszimatolnak, majd távoznak. Maximum tíz perc, elejétől a végéig. Richard megint az órájára nézett, és várt. A zsaruk nyolc percet töltöttek odabent. Kilépve megálltak a főbejárat előtt, kicsiny figuráknak látszottak ebből a távolságból. Egyikük elővette a rádió adóvevőjét, jelentette a negatív eredményt, és várta a következő helyszínre szóló utasítást. A következő valószínűsíthető tartózkodási helyet a következő feltételezhető személyes kapcsolatot. Tiszta rutin az egész. Vidám estét, fiúk, gondolta Rachel, mert nekem az lesz. Arra mérget vehettek. Figyelte, amíg elhúznak, s óvatosságból várt még egy percet. Aztán előlépett a téglafal mögül, és elindult Eileen Hattonhoz. Grigor Linsky a kocsiában várakozott egy szupermarket parkolójában egy nagy plakáttal szemben, mely olcsó marhahúst reklámozott. Régi és romlott, gondolta Linsky. És tele van tartósítószerrel. Olyasfajta dolgok ezek, amikért a Zek és én annak idején ölni voltunk képesek, csak hogy ehessünk valamit. Ölni szó szerint. Az ekkel együtt átélt élményekben nem volt semmi méltóság vagy kellem. Abban a helyzetben, aki tisztességgel és jó indulattal viseltetett mások iránt, az meghalt. De azek és Linsky túlélték, mint a csatorna patkányok. Gátlástalanul küzdöttek, tíz körömmel harcoltak, az erősebbet elárulták, a gyengébbet kihasználták és eltaposták. És tanultak ami egyszer bevált, az máskor is működik. Linszki a visszapillantó tükörben látta, hogy Raskin kocsija közelít. Raskin egy Lincoln Town típusú fekete, koszos, lepusztult vén csatahajóval közlekedett. Közvetlenül Linszki kocsija mögött parkolt le, majd kiszállt a kocsiból. Raskin pontosan annak nézett ki, ami másodosztályú moszkvai gengszternek szögletes alak, lapos arc, olcsó bőrdzseki, kidüllet szemek. Negyvenegy néhány éves volt. Buta ember, te túlélte a vörös hadsereg utolsó nagy kalandját Afganisztánban, ami azért jelent valamit. Sokan, nagyon sokan, akik Raskinnál okosabbak voltak, soha nem tértek vissza onnan. Raskin tehát túlélő, és ez a zek szemében minden másnál többet mondó minősítés volt. Raskin kinyitotta a hátsó ajtót, és beült Linszki mögé. Nem szólt semmit. Csak átnyújtotta az Emelzon féle plakát négy példányát. A zek küldte. Hogy a zek ezt honnan tudta beszerezni, rejtély. De Linszki hozzá volt szokva az efféle rejtélyekhez. A plakátok elég jó minőségűek voltak a hasonlóság szembetűnő. A célnak tökéletesen megfelel. Köszönöm, mondta Linszki udvariasan. Csenkó és Vladimir két perccel később bukkantak fel, Csenkó kedilekjével. Csenkó vezetett, mint mindig. Raskin Lincolnja mögé álltak. Jack Reacher temetési konvoja. Linszki mosolygott magában. Csenkó és Vladimir kiszálltak a kocsiból, és előre jöttek. Egyikük kicsi és sötét, a másik nagy darab, fehérbőrű és szőke. Beszálltak Linszki kocsiába, Csenkó előreült, Vladimir hátra, Raskin mellé. Az óramutató járása szerint át ez volt a sorrend. Linszki a vezetőülésen, mellette Csenkó, majd Vladimir és Raskin hátul. A rang szerinti helyes sorrend ösztönös engedelmességgel. Linsky elégedetten elmosolyodott és kiosztotta a pósztereket. Egyet megtartott magának, noha nem volt rá szüksége. Többször is látta már Jack Richard. Újra kezdjük az egészet, mondta. Az elejétől. Okkal feltételezhetjük, hogy a rendőrség elcseszett valamit. Richard benyomta a vészkiárati ajtót, a zárnyelvéből kihúzta a kartonéket és zsebre tette. Belépett és hagyta, hogy az ajtó becsapódjon maga mögött. A hátsó folyosón elment a felvonóig, majd felliftezett a harmadikra. Bekopogott Hatton ajtaján. Egy mondat motoszkált a fejében Jack Nicholson valamelyik régi filmjéből, amelyben valami lökött ezredest játszott a haditengerészettől. Nincs jobb éjszakai muri, mint egy olyan nővel lenni, akinek reggel szalutálnod kell. Abbtön csak kisváltatva nyitott ajtót. Alig, hanem ledölt egy kicsit, miután megszabadult a kopóktól, gondolt a rícsör. Bizonyára nem számított rá, hogy ilyen hamar zavarni fogják újra. De az ajtó végül kinyílt, és ott állt a nő, köpenyben, frissen lezuhanyozva. Hátulról fényudvar ragyogta be a hajkoronáját. A folyosó sötét volt, a szoba meleg és hívogató. Szóval visszajöttél, mondta hattön Azt hitted, hogy nem fogok? Richard belépett a lakosztályba, és a nő becsukta utána az ajtót. A zsaruk most mentek el, mondta Hutton. Tudom, felelte Richard. Végig figyeltem őket. Honnan? Egy szemétdomról, két sarokkal arrébb. Meg akarsz mosakodni? Nagyon tiszta szemétdom volt. Egy cipő volt mögött. Menjünk el vacsorázni, inkább a szoba szervízt választanám, mondta Récső. Nem akarok a kelleténél többet sétálni odakint. Rendben, mondta hattön Megértem, akkor hát a szoba De még nem. Öltözzek föl? Még ne, a nő vált egy pillanatig. Miért ne? kérdezte aztán. Befejezetlen ügy, mondta Récső. Hatton nem szólt semmit. Jó, hogy újra látlak, mondta Rícső. Alig három órája váltunk el. Úgy értem, hogy ma, egészében. Szóval olyan hosszú idő után. Közelebb lépett, és a nő arcát két tenyere közé vette. Ujjaival a hajfürtökkel játszadozott, hüvelykujjával végigkövette gyengéden az arc hajlatait. Szabad ilyet tennünk? kérdezte Hatton. Nem akarod? Tizennégy év eltelt. Olyan, mint a biciklizés. Nem lehet elfelejteni. Gondolod, hogy ugyanolyan jó lesz? Még annál is jobb. Mennyivel jobb? Mindig jók voltunk együtt, mondta Richard. Nem igaz? A nő hosszan hallgatott. Aztán a kezét a férfi nyaka köré fonta. Richard lehajolt és megcsókolta. Aztán újra, most keményebben. Majd megint, ezúttal hosszabban. A tizennégy év elolvott. Ugyanaz az íz, ugyanaz az érzés. Ugyanaz az izgalom. A nő kihúzta Rícsör az öv alól, és sietősen kigombolta. Aztán tenyerével végig simította a melkasát, a vállát, a hátát, majd kezeletévet a hasa alá. A csizma hamar lekerült Rícsörről, az okni is. Lerúgta magáról a nadrágot a szoba közepére. A nőköpenye szétnyílt és lehullott. Átkozott Hatton, mondta Richard. Semmit sem változtál. Te sem. Aztán elindultak az ágy felé, botladozva, gyorsan és ügyetlenül, egymásba bagabajodva, mint valami esetlen négylábú állat. Grigor Linsky a város déli részén kutakodott ellenőrizte a salátabárt, aztán lement a kikötőbe. Majd a környékbeli szűk utcákat pásztázta végig. A kedilek lassan, lustán kanyargott. Mivel ez egy kis város, ahol nincs nagy tömeg, senki nem tűnhet el hosszú időre. Grigor legalábbis így gondolta. Hatton Richard karjaiban feküdt, és új felfedező útra indult a férfi régen oly jól ismert testén, amely megváltozott a 14 év alatt. Richard azt mondta az imént, hogy semmit sem változtál, s ő azt válaszolta, te sem, de Hutton tudta, hogy mindketten kegyes hazugsággal éltek. Senki sem marad változatlan. Az a Richard, akit a sivatagban ismert meg, fiatalabb volt, kalcsú és kecses, mint egy agár. Azóta megtestesedett, izmai megcsomósodtak, kemények voltak, mint a mahagóni. A régi sebb helyek, amelyeket oly jól ismert Hatton, kisimultak és újakkal cserélődtek föl. Homlokán ráncok. Szeme körül is. Az orra azonban továbbra is egyenes és töretlen. Fogai fehéren csillogtak. Kezét a férfi kezére csúsztatta és megérintette a csuklóját. Nagy, kemény csuklók, s mint a dióhéj, sebb helyekkel borítva. Ma is harcos, gondolta Hatton. Ma is a két kezével küzd meg az életért. A melkasát kezdte simogatni. Talált egy közéttől jobbra. Akkor a krátert, hogy új hegyét bele tudta illeszteni. Lőtt sebb. Régi, de neki új. Alig, hanem 38-as. New York, mondta Richard. Évekkel ezelőtt. Mindenki megkérdi. Mindenki? Aki látja. Hatton közelebb férkőzött. És hányan látják? Rícsőr elmosódott. A tengerparton, tudod, meg ilyen helyeken. És az ágyban? Szekrényes öltözők vannak. És az ágyban? Kérdezte Hatton újra. Nem vagyok szerzetes. Felelte Rícsőr. Fájt? Nem emlékszem. Három hétig ki voltam kapcsolva. Alig a szíved fölött? Kis pisztoly volt. Fejre kellett volna lőnie. Az jobb lett volna. Neki? Nem neked? Szerencsés fickó vagyok. Mindig az voltam, és az is maradok. Lehet, de jobban kéne vigyáznod magadra. Igyekszem. Csenkó és Vladimir együtt maradtak, és a város északi végében keresgéltek. A motel környékére nem mentek. A zsaruk ott feltehetően átfésülték a terepet. A sportbárba mentek először. Bementek, körülnéztek. Sötét volt odabent, és nem voltak túl sokan. Talán harminc fazon. Egyikük se hasonlított a rajzra. Vladimir az ajtónál maradt, míg Csenkó ellenőrizte a férfi mosdót. Az egyik főke ajtaja zárva volt. Csenkó megvárta, amíg a fickó lehúzza a vécét, és kijön. Nem Richer volt az. Visszament Vladimirhoz, és beültek a kocsiba. Elkezdték lassan átfésülni a környező utcákat. Lassan, türelmesen haladtak, minden háztömböt körbejártak, a mellékutcákat tüzetesen átvizsgálták. Hatton az egyik könyökére támaszkodott, és egyenesen Richard arcába nézett. A férfi szeme nem változott. Talán kicsit mélyebben ülő, talán kicsit táskásabb. De ugyanolyan kék, mint a jégszilánkuk a sarkvidéki fényben. Mint két tengelszem a magas hegyek között, de a tekintete változott. Tizennégy évvel ezelőtt pirosra marta a szemét a sivatagi homok, és egyfajta keselny és cinizmust a tekintete. Hadseregbeli szemek voltak, zsaru szemek. Most tisztább volt a nézése, fiatalabb, ártatlanabb. A férfi 14 évvel öregebb volt, de a tekintete, mint egy gyereké. – Mostanában nyiratkoztál – mondta Hatton. – Ma reggel – felelte Richard. – A kedvedért. – A kedvemért? Tegnap úgy néztem ki, mint egy vadember. Mondták, hogy jössz. Nem akartam, hogy valami csavargónak nézz. Egyébként az vagy? Olyasféle, azt hiszem. Miféle? Önkéntes típus. Ennünk kéne, mondta Hatton. Mit kész? Mindegy, amit te eszel. Nagy adagot rendelj. Válasz magadnak, amit akarsz. Richard megrázta a fejét. Egy hónap múlva valami irodakukac átnézi a számláidat, és azt fogja látni, hogy két személyre rendeltél. Aggódsz a jó híremért? A következő előléptetésedért aggódom. Nem lesz ilyen. A dandártábornokság nálam a végállomás. Most, hogy ez a Peterson nevű fickó följebb megy, te is előrelépsz. Nem vitás, két csillag jobban mutatna. Nekem is mondta Rachel. Annyi két csillagos basztatott az életem folyamán. Most vége lenne egy, akit én kúrogathatok. Hatton vágott egy grimaszt. Étel, mondta Rachel. Ha A salátákat szeretem, mondta Hatton. Valakinek azt is kell. De nem. Kérje csirkét cézármódra, módra, indításnak, aztán rendelj vesepecsenyét. Te megeszed a nyúlkaját, én meg a húst. Aztán kér valami nagy adag desszertet, és egy nagy kannányi kávét. Én teát átiszom. Lehetetlen, mondta Richard. Vannak kompromisszumok, amiket nem engedhetek meg magamnak. Még egy számla ellenőr kedvéért sem. De szomjas vagyok. Küldenek vizet jégkockákkal. Jár hozzá. Magasabb rangban vagyok, mint te. Mindig is így volt. De láttál engem valaha is teát inni? Hatton megázta a fejét, és kiszállt az ágyból. Mesztelenül odatipegett az asztalhoz. Megnézte a menüt, és fölívott egy számot. Rendelt egy csirkét módra, aztán egy nagy adag vesepecsenyét és egy nagy süteményt fagylaltal. Kancsó kávét, hat személyre. Ricsőr rámosolygott. Húsz perc, mondta a nő. Addig zuhanyozz le! Raskin a belváros utcáit rótta. Kezében volt a rajz és egy lista a fejében. Éttermek, bárok, szendvicsboltok, zöldségesek, szállodák. A metropol palasznál kezdte. Előcsarnok, bár, semmi. Két sarokkal arrébb bement egy kínai étterembe. Bement, diszkréten körülnézett, aztán távozott úgy érezte, eléggé alkalmas az ilyen jellegű munkára. Nem volt éppenséggel feltűnő jelenség. Középtermet, átlagsúly, jellegtelen arc. Mindez egyfelől kisé -e őt, de rájött, hogy ennek is megvan a maga előnye. Az emberek ránéztek, de nem igazán látták. A tekintetük azonnal tovasiklott. Richardnek nyoma sem volt a kínai étteremben de más út se. Raskin benézett egy ilsörözőbe, hogy se találta. Megállt a járdán, s végül úgy döntött, hogy éjszak felé indul. Megnézhetné az ügyvédi irodát, aztán a Meriót felé vehetné az irányt. Linszki szerint ugyanis ezen a két helyen van két nő. Már pedig Raskin megfigyelései szerint az olyan fajta fickók, akiken nem néznek át, mint ő rajta, többnyire nők körül lebzselnek. Krécsör kilépett az zuhanyozóból, és kölcsönkért a fog fogkeféjét, fogkrémjét és fésüjét. Aztán megtörülközött, kijött és összeszedte a ruháit. Felöltözött, s az ágy szélére telepedett, amikor kopogtattak. – Szobaszervíz! – szólt egy idegen hangkintről. Hatton kidugta a fejét a fürdőszobából, föl volt ugyanöltözve, de épp hajat szárított. – Te ki! mondta neki Rachel. Én? Neked kell aláírni. Én oda a nevemet. Két órán belül a zsaruk visszajönnek, miután sehol sem találnak. Nem túl jó, ha a személyzet odalent pontosan tudja, hogy nem vagy egyedül. Soha nem lazítasz. Minél kevesebbet lazítok, annál szerencsésebb vagyok. Hatton megigazította a haját, és az ajtóhoz lépett. Richard hallotta a szervizkocsi kerekeit, a tányér tányércsörgést, a toll percegését a papíron. Aztán hallotta, amint becsukódik az ajtó, kilépett a nappaliba, és terüly asztalkámat talált a szoba közepén. A pincér egy széget helyezett az asztal mellé. Egy kés, mondta Hatton. Egy villa, egy kanál, erre nem gondoltunk. Nem baj, így sokkal romantikusabb, mondta Richard. Elvágom a húst neked, és kézzel lehetsz. De a számba is adogathatod. Rendelhettünk volna szőlőt is. Hatton elmosolyodott. Emlékszel James Barra? kérdezte Richard. Túl régen volt, felelte Hatton. De tegnap újra olvastam az aktáit. Mennyire volt jó lövő? Nem a legkiemelkedőbb, de nem is volt rossz. Én is így emlékszem. Voltam a garázsban, hogy kicsit körülnézzek. Átlagon felül ilyen jó lövések. Szinte tökéletes teljesítmény. Nem emlékszem, hogy ennyire jó lett volna. Sok a bizonyíték, Richard bólintott. Lehet, hogy sokat gyakorolt, mondta Hatton. Igaz, hogy csak öt évig szolgált, de ez alatt háromszor többet volt kint a lőtéren, mint az átlag. Lehet, hogy későn érő típus. Lehet, mondta Richard. Hát ránézett. Nem maradsz itt, igaz? Azt tervezed, hogy vacsora után elmész? A zsaruk miatt? Azt hiszed, hogy visszajönnek? Visszajönnek, mondta Ricső. Számíts rá. Nem vagyok köteles beengedni őket. Egy ilyen helyen, mint ez, a zsaruk elég sokat megengedhetnek maguknak. És ha engem itt találnak, nagy bajba kerülsz. Nem, ha te ártatlan vagy. Csak, hogy ezt törvényesen nem neked kell megállapítanod. Én vagyok itt a jogász, mondta Hatton. Én pedig a zsaru mondta Richard. Ismerem őket. Rühellik a szökevényeket. A szökevények hülyét csinálnak belőlük, velem együtt letartóztatnának téged is, és eltelne egy hónap, amíg kikerülnél. És ez alatt a második csillagodat lehúznák a klodjon. És hová mész? Gőzöm sincs, de majd kitalálok valamit. A fekete üvegtorony utcai bejáratát éjszakára lezárták. Raskin kétszer kopogott. A biztonsági őr felnézett a pult mögül. Raskin integetett a körözési poszterrel. Köldemény! mutogatott. Az őr fölállt, odament, kinyitotta az ajtót, s beengedte Raskint. Rodin! mondta Raskin. Negyedik emelet! Az őr bólintott. Helen Rodin irodájába sok küldemény érkezett aznap. Dobozok, kartonok, hasonlók. Nem volt meglepő, hogy megint hoztak valamit. Az őr szó nélkül visszament a pult mögé, Raskin pedig beszállt a liftbe. Megnyomta a négyes gombot. Ahogy kiszállt a negyediken, rögtön észrevette, hogy egy városi rendőr áll az ügyvédi iroda előtt. Ebből az következett, hogy az ügyvédirodája továbbra is megfigyelés alatt áll. Ez viszont azt jelenti, hogy Richard nincs odabent, és nem is próbálkozott mostanában bejutni oda. Raskin tehát sarkon fordult, úgy tett, mintha eltévesztette volna az emeletet, és visszaszállt a liftbe, összehajtogatta a pósztert, és zsebre tette. Az előcsarnokban, mint aki elvégezte a dolgát, intett a biztonsági őrnek, és kiment az éjszakába. Balra fordult, és északkeleti irányba a Meriot felé indult el. A hatadagnyi kávé kifogott Richeren. Az ötödik után feladta. Hatton azonban nem ellenezte. Úgy vélte, az öccsészényi fogyasztással bőven igazolta eltökéltségét. Látogass meg Washingtonban, mondta Hatton. Úgy lesz, felelte Ricső. Biztos lehetsz benne. Legközelebb ott találkozunk. Nehogy elkapjanak. Nem fognak, mondta. Ezek a fickók, biztosan nem. Ricső egy percig megállt, és nézte a nőt. Elraktározta az emlékezetében. Megcsókolta az ajkát, és elindult az ajtó felé. Nem a liftet használta, hanem a lépcsőn ment le. A földszinten elkerülte az előcsarnokot, és újra a vészki ment ki. Az ajtó becsapódott mögötte, Richard nagy levegőt vett, és kilépett a járdára. Raskin azonnal meglátta őt. Harminc méterre volt tőle, gyors léptekkel jött a Merriott hátsó kiárata felől. Egy villanást érzékelt, amint egy üvegajtón megcsillan az utcai lámpa fénye vészkiárati ajtó. Egy magas férfi lép ki rajta, aztán megáll. Az ajtó hidraulikus szerkezete zár. A férfi hátra néz, a fény visszaverődés egy pillanatra az arcára vetül. Töredék másodperc, nem több, de Raskinnak elég volt ahhoz, hogy felismerje. Elég alaposan tanulmányozta a rajz részleteit. Jack Reacher nem vitás. Ugyanazok a vonások, a magasság és a testcsúly is megfelel. Raskin megdermett egy pillanatra, aztán fedezékbe húzódott. Figyelt és várt. Látta, amint Richard jobbra néz, majd balra, aztán elindul egyenesen nyugati irányba, könnyű léptekkel. Raskin nem mozdult. Számolt magában egy, kettő, három. Aztán kilépett a fedezékből, átvágott a parkolón, s megint megállt, hogy körbe a sarkon. Récsör húsz lépésre lehetett tőle. Nyugat felé tartott, a járda közepén sétált, könnyed nyújtott lépésekkel, karját lengetve maga mellett. Nagy darab fickó, nem vitás. Legalább akkora, mint Vladimir. Raskin újra háromig számolt, és hagyta, hogy a 40 méterre eltávolodjon. Aztán a nyomába eredt. Szemét a célponton tartva előkotolta zsebéből a mobilját és gyors tárcsázással felhívta Grigor Linszkit. Igen? Hallatszott Linszki hangja. Megtaláltam! Suttott Taraskin. Hol van? A Mariotto nyugat felé tart. A bírósággal van most egy vonalban. Merre megy? Várj! súgta Raskin. Tartsad! Richard megállt a sarkon. Balra nézett, aztán jobbra pillantott, a megemelt strádja hídja alá. Továbbra is laza volt. Raskin egy derék magasságú szemetes konténer mögül figyelte. Észak felé fordult, súgta. Hová megy? Nem tudom, talán a sportbárba. Oké, okay. mondta Linszki. Oda megyünk. 50 méterrel a sportbártól fogjuk várni. Hívj vissza pontosan három perc múlva, és ne veszítsd szem elől. Oké, okay, mondta Raskin. Megszakította a vonalat, de a mobilt továbbra is a fülénél tartotta, miközben átvágott egy üres telken. Megállt egy csupasz téglafalnál, és kikémlelt a saroknál. Richard továbbra is negyven lépésnyi távolságra lehetett, a járda közepén lépdelt, karjait lengette, s elég gyorsan haladt. Magabiztos fickó, gondolta Raskin. Talán túlzottan is az. Linszki azonnal hívta Csenkót és Vladimirt. Oda rendelte őket a sportbártól ötven méterre. Aztán az hívta. Megtaláltuk, mondta. Hol? A város északi részén. Ki követi? Raskin, az utcán vannak mindketten, gyalog! Az zek hallgatott egy pillanatig. Várjátok meg, amíg bemegy valahová, mondta. És akkor Csenkó hívja a kopókat. Neki jó az akcentusa. Mondja azt, hogy pincér vagy poltás vagy akármi. Raskin hátra maradt úgy negyven méternyire. Újra hívta Linszkit és tartotta a vonalat. Récsör ugyanabban a tempóban lépkedett. A ruhája terepszínű volt, s így nem nagyon látszott a sötétben. A nyaka és a kezei barnára sülve, de azért valamennyire jobban láthatók. És volt egy keskeny fehér a tarkóján, friss hajvágás nyoma, ami kísértetiesen világított a sötétben. Raskin erre szegezte a szemét. Egy úformájú fénycsík, 180 centire a talajtól, egy hüvelyknyit leföljár a mozgás ütemére. Idióta, gondolta Raskin. Használhatna csizmafényezőt, mint mi, Afganisztánban. Aztán jobban utána gondolt, hol volt nekünk csizmafényezőnk, s nem, mintha nyiratkoztunk volna. Aztán megállt, mert Rícsör is megállt negyven méterrel előtte. Raskin visszahúzódott, Rícsör jobbra nézett, és balra indult el egy keresztutca torkolatánál, és kiment a képből az épület takarásába. – Nyugat felé indult! – suttogta Raskin a telefonba. – Még mindig a sportbár felé? – kérdezte Linszki. – Vagy a motel felé? – Mindkettő jó nekünk. Menj kicsit közelebb hozzá, nehogy elveszítsd. Raskin előre rohant tíz lépésnyit, majd lelassított a saroknál. Az épület falához lapult, s a sarkontóra és csak bámult. Gond van. A fickót nem látni. A kereszt utca hosszú volt, széles és egyenes. A végében erős fények égtek, mert az út négy sávosra szélesedett, és fölvezetett az autósztrádára. Szóval Raskinnak kiváló rálátása volt az útra. A gond csak az volt, hogy Richard nem volt rajta. Eltűnt. Szőrén, szálán. 11. fejezet Richard egyszer azt olvasta valahol, hogy a rovátkolt talpú tornacipőt egy versenyvitorlázó fedezte fel, aki jobb tapadást akart elérni a csúszós fedélzeten. A fickó fogott egy hagyományos edzőcipőt, és egy borotvával apró csíkokat hasított a talpába. Egy egész iparág fejlődött ki az ötletéből. Az újfajta cipőtap hatalmas karriert futott be, és a vitorlások után a tengerész gyalogságnál is rendszeresítették nyári viseletként. Ricsor nem volt oda érte. Túl könnyű volt, vékony is, alig volt benne anyag. Viszont csendesen lehetett benne járni. A bőrkabátos fickót abban a pillanatban észrevette, ahogy kilépett a Merriott vészkiárati ajtaján. Nehéz volna nem észrevennie. Harminc méterre lehetett tőle, és a gőzlámpák fénye elég jól megvilágította az alakját. A fickó azonnal reagált, megmerevedett. Önkéntelen mozdulatával egyértelműen azonosította magát, mint ellenfelet. Richard könnyed léptekkel elindult, s magában alapos elemzésnek vetette alá az agyában imént rögzített képet. Miféle alak lehet ez? Lehúnyta a szemét, és két-három lépést erre összpontosítva tett meg. Kaukázusi fajta, középtermetű, közepes testsúlyú, vörösképű, világos hajának az utcai világítás adott egy kis narancsos árnyalatot. Zsaró vagy sem? Nem az. Már csak a dzsekie miatt sem. Kitömött vállú, gesztenye színű bőrdzseki Nappali fénynél vöröses-barnás lehet, és van egy kis fénylő patinája. Igen, határozottan fényes. Nem amerikai. Idegen stílus. Kelet-európai, mint amilyen az öreg szival is volt, aki a plázánál leskelődött utána. Nem olcsó cucc, csak más. Orosz, bolgár, észt, ilyesmi. Szóval nem zsaru. Richard ment tovább. Nyugodtan lépkedett, és figyelte a léptek zaját a háta mögül. Kisebb lépéstáv, vastagabb talp, a bőr nyikorgása, a háromnegyedes gumisarok tompa ütődése. Ez nem Charlie. Ez semmi esetre sem egy kis termetű fickó. Nem nagy darab, de nem is kicsi. És nem fekete hajú. Nem ez a fazon ölte meg a lányt. Annyira nem nagy. Szóval akkor adjunk egyet hozzá. Nem négyen vannak, hanem öten. Legalább. Lehet, hogy többen is. Teendő? Van a fickónál fegyver? Valószínűleg, de csak pisztoly. Nagyobb nem fér el a jackie alatt. És Richard derüllátó volt a saját esélyeit illetően. Mozgó célpontként 40 méteres távolságra a pasastól. A szobában hatékony lehet, de nem az utcán, ekkora távolságból. Az átlagos lőtávolság pisztolyjal négy méter, ő pedig tízszer ennyire volt tőle. Azon kívül hallaná a Závár kattanását a csöndben. Lenne ideje reagálni. Szóval akkor mi legyen? Csábító volt eljátszani a gondolattal, hogy megfordul és elkapja a fickót. Csak úgy, a mulatság kedvéért. Megtorlásként, pedagógiai célzattal. Richard szerette a megtorlást. Először is állj bosszút, ez volt a hitvallása. Hadd lássák, kivel van dolguk. Vagy mégsem? Talán később. Tovább ment. Csendben lépkedett, ugyanolyan egyenletesen. Hagyta, hogy a fickó mögötte fölvegye a ritmust. Mintha hipnotizálná. Bal jobb, bal jobb. Recs, 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 recs. Bal, jobb, bal, jobb. Hallotta, hogy az ürge a mobiljával matad. Tíz halk elektronikus hang, ahogy a számokat nyomkodta. Richard ötletszerűen irányt változtatott, aztán ment tovább. Bal, jobb, bal, jobb. Az utca kihalt volt. A belváros rég elnéptelenedett a munkaidő lejárta után. Halk lefolytott suttogást hallott úgy, negyven lépésnyire a háta mögött. Kivel beszélsz, Cimbora? Ment tovább. Aztán a következő saroknál megállt. Jobbra nézett, és balra indult el egy széles kereszt utcán, egy négyemeletes épület takarásában. Aztán futásnak erett. Öt futólépés, tíz-húsz, gyorsan, halkan, keresztül az utcán a jobboldali járdára elhagyta az első sikátort, és befordult a másodikba. Visszahúzódott a homályba egy csupasz szürke dupla ajtóhoz. Mész kiárat, talán egy színházé vagy mozié. Hasra feküdt előtte. A fickó vertikális szélpontot követ. Ösztönösen egy nyolcvanas magasságba fog nézni. Richard várt. Hallotta a lépteket a túlsó járdán. A fazon annyit látott, hogy Richard a baloldali járdáról bal kéz felé fordult, következésképpen automatikusan a baloldali járdára fog koncentrálni. És továbbra is függőleges alakot keres a sikátorban, és a bal kézre eső kapuajjakban. Várt. A léptek közeledtek. A fickó egészen közel ért. Aztán Richard meglátta. A baloldali járdán volt természetesen. Előre nézett, balra, majd megint előre. A mobilját a fülén tartotta. Megállt. Visszanézett a jobb válla fölött. Az utca másik oldalára pillantott az ottani kapuajjakra. Érdemes ellenőrizni? Igen, döntötte el. A pasas oldalazva mozgott, hátrafelé, mint egy rák, átlósan, s közben nézett maga elé, és próbálta szemmel tartani az út jobb oldalát is kifarolt Richard látószögéből, mint egy visszafelé pörgetett film. Richard csöndesen fölállt, és jóval mélyebbre hatolt a sikától sötétjébe. Talált egy függőleges konyhai kürtőt, és mögéje siklott, leguggolt és várt. Hosszú idő telt el, aztán újra fölhangzottak a léptek, a járdán, a sikátorban. Lassú, könnyű, óvatos léptek. Az űrge most lábújhegyen lopózott. Sarkai nem érték a földet. Közelebb ért, és még közelebb. Most már a szagát is lehetett érezni. Édes kölni és bőrszag. Négy lépésre Richard búvó búvóhelyétől megállt, és reményvesztetten kémlet a sötétbe. Még egy lépés, haver, gondolta Rícsőr, és te már történelem vagy. Csak egy lépés, és a játszmának számodra vége. A fickó megfordult. Visszaindult a széles útra. Récsör fölállt, és a pasas nyomába erett. Gyors, nesztelen léptekkel. Fordult a kocka. Most én követlek téged. Eljött a vadászok levadászásának az ideje. Rícsör az átlagostán nagyobb termetű volt, és bizonyos értelemben elég esetlen is, de könnyedén járt, ha kellett, és remekül értett az álcázott követéshez. Hosszú gyakorlata volt mindebben. Óvatosság és előrelátás a fő. Tudni kell, hogy a préda mikor lassít, mikor áll meg, mikor fordul. És ha nem tudod, akkor még mindig van idő korrigálni. Ilyenkor hátra húzódsz, elrejtőzöl, és inkább tíz lépéssel visszamaradsz, sem hogy hibát köves el. A bőrcsek is koma minden sikátort, minden kapuajat átkutatott az utca mindkét oldalán. Nem jól, de legalábbis annyira, hogy a saját lelki ismeretét megnyugtassa. És elkövette azt a hibát, amit az efféle emberek ilyenkor rendre elkövetnek, azt hitte, hogy még nem cseszte el teljesen. Még mindig valahol előtte kell, hogy legyen a másik. Közben kétszer beszélt a mobilján. Halkan beszélt, de a lefolytott suttogásban érezhető volt az izgalom. Richard árnyékról árnyékra lopózott mögötte, és nem ment túl közel, mert az utca végi erős fények már odavilágítottak. A fickó gyorsított, és egyre felületesebben vizsgálódott. Reménytelensége szemlátomást egyre nőtt. Aztán egyszer csak megállt a járda közepén, valamit mondhattak neki a mobilban, mert hirtelen lengette mindkét karját, és az eddigi merev ébersége hirtelen odalett. Magába roskadva ácsorgott egy darabig, aztán elindult, egyenesen előre, minden elővigyázatosságot mellőzve, mint bárki, aki A helyről tart B hely felé. Richard kivárt, nincs-e valami tük a dologban. Aztán a nyomába erett, továbbra is óvatosan, egyik fedezéktől a másikig lopózva. Raskin elhaladt a sportbár előtt, és a távolból megpillantotta Linszki kocsiját és csenkóit. A két kedillag szorosan egymás mögött állt. Rávártak. Várták a kudarcot. Hát itt vagyok. Megjöttem, gondolta. Linszki azonban visszafogottan reagált. Azért is talán, mert ha az által kijelölt szemét kritizálja, azzal az ekket magát bírálja, már pedig ilyesmit senki nem merészel tenni. Valahol másfelé fordulhatott, mondta Linszki. Lehet, hogy nem is abba az utcába szándékozott menni. Valószínűleg kétszer megkerülte valamelyik háztömböt. Kivárt és mögét került. Ellenőriztet, hogy nem követe? kérdezte Vladimir. Természetesen, hazudta Raskin. Akkor most mi legyen? kérdezte Csenkó. Felhívom az ekket, felelte Linszki. Kibaszott zabos lesz, mondta Vladimir. Majdnem a kezünkben volt a fickó. Linszki beütötte a számot. Elmondta a rossz hírt, és hallgatta a választ. Raskin az arcát figyelte. Linszkinek azonban póker arca volt. Hosszú gyakorlással sikerült elérnie, hogy semmit ne lehessen leolvasni róla. Életbevágóan fontos képesség ebben a szakmában. Rövid beszélgetés volt. Rövid válasz, és megfejthetetlen. Csak halk, képlékeny zörejk a fülhallgató felől. Linsky befejezte a telefonálást. Tovább keressük, mondta. Félmérföldes körzetben, ahhoz képest, ahol Raskin utoljára látta. Az utánunk küldi Szokolovot. Azt mondja, ötünknek sikerülnie kell. Ez biztos. Semmi sem biztos, mondta Csenkó. Legfeljebb egy nagy valakbarúgás, és az, hogy ma éjjel nem alszunk. Linszki odatartotta a mobilt. Akkor hívd föl az ekket, és mond meg neki. Csenkó nem szólt semmit. Észak felé indulj, Csenkó, mondta Linsky. Vladimir, te délnek. Raskin, te visszamész kelet felé. Én nyugatnak indulok. Szokolov pedig, ha megérkezik, oda csatlakozik, ahol éppen szükség lesz rá. Raskin visszament kelet felé, arra, ahonnan jött. Sietett, ahogy csak tudott. Egyetértett az eg tervével. Tizenöt perccel ezelőtt látta Richard utoljára, és ennyi idő alatt nem tűnhetett el a pasas. Egy mérföldes körzeten belül kell lennie. Egyszer már megtalálták. Másodszor is sikerülni fog. Elérte a széles, egyenes utat, ahol déli irányba fordult, a megemelt stráda felé. Átment a híd alatt, és az üres parkoló felé tartott. Szorosan a fal mellett. Megfordult. Abban a pillanatban a fal rázuhant. Legalábbis úgy érezte. Hatalmas ütés csapott le rá, tédre zuhant, minden elsötétült előtte. Aztán újabb ütés, s akkor elvesztette az eszméletét arccal előre zuhant. Az utolsó, amit érzékelt, az volt, hogy egy kéz kotorász a sebében, és kiveszi a mobiltelefonját. Rachel visszament a stráda hídja alá, kezében a frissen szerzett mobillal. Neki támaszkodott egy betonoszlopnak, amely olyan széles volt, mint egy motelszoba, és úgy helyezkedett el, hogy az egész alakja árnyékban volt. Csak a kezelógott ki, melyre rávetült egy utcai lámpa fénye. Elővette Emelzon tépet névjegy kártyáját, és föltácsázta a rendőr mobil számát. Igen, mondta Emelzon. Találja ki, ki vagyok, mondta Richard. Ez nem játék, Richard. Csak azért mondja ezt, mert maga áll vesztésre. Emelzon hallgatott. Na, könnyű engem elkapni? kérdezte Richard. Semmi válasz. Van magánál papír megtol? Természetesen. Hát akkor figyeljen jól, mondta Richard. És jegyezze. Richard rediktálta a két kedilek rendszámát. Úgy gondolom, hogy a két kocsi közül az egyik volt az, amelyik a forgalomterelő kúpot a garázsba vitte a múlt péntek előtti napokban. Nyomozza ki a rendszám táblákat, ellenőrizze a videófelvételt, és már is többet fog tudni. Találni fog egy szervezetet, amely legalább hat főből áll. Hallottam pár nevet. Raskin, Szokolov. Ezek inkább semeszok. Aztán Csenkó és Vladimir. Könnyen lehet, hogy éppen ez a Vladimir az, aki megölte a lányt. A pasas akkora, mint egy ház. Aztán van köztük egy főnök helyettes, akinek nem tudom a nevét hatvan körül járhat, és régről van valami gerinc sérülése. Hallottam, amikor a főnökéről beszélt, és úgy említette, hogy a Zek. Ezek orosz nevek. Gondolja? Zek kivétel. Miféle név az, hogy Zek? Nem Zek. Azek. Ez egy szó. Egy szó, amit névként használnak. Mit jelent? Nézzen utána. Olvaskasson könyveket. Szünet a vonal túlsó végén. A tó percegése. Be kell jönnie, szólalt meg végül Emelzon. Beszéljünk szemtől szembe. Még nem, mondta Richard. Végezze el a munkáját, és utána majd beszélhetünk róla. Én végzem a munkámat. Éppen egy szökevényt üldözök. Maga ölte meg azt a lányt. Nem egy állítólagos fickó, akinek maga valahol hallotta a nevét, és amúgy akkora, mint egy ház. Még valami, mondta Richard. A fickó, akit Csenkónak hívnak, egyúttal Charlie névre is hallgat, és azonos azzal, aki James Barr a barátjának hisz. Ez honnan veszi? A személy alapján. Kicsi, sötét, a haja fekete, és olyan, mint egy vécékefe. James Barnak orosz barátja van? A mi nyomozásunk ezt nem támasztja alá. Ahogy mondtam, végezzék csak el a munkájukat szépen. Azt tesszük, senki nem említett orosz barátot. Amerikai kiejtéssel beszél. Úgy gondolom, hogy benne volt a pénteki történésekben, amiből viszont az következik, hogy az egész banda részt vett benne. Hogyan? Még nem tudom, de meg fogom tudni. Holnap fölhívom magát. Holnap maga már börtönben lesz. Úgy leszek börtönben, ahogy most. Ámodik a nyomor, Emelzon. Hol van most? Közel, felelte Richard. Jó ét, nyomozó, aludjon jól. Megszakította a vonalat, és Emelzon telefonszámát visszatette a zsebébe, majd helyette elővette Helen Rodinét. Most őt tárcsázta. Igen, szólt bele Helen. Itt Richard. Mi van magával? Egy zsarú építál az ajtóm előtt. Ez nekem tökéletesen megfelel, mondta Richard. És neki is, gondolom. Negyven dollárt kap óránként a túlóráért. Betették a maga fotóját a hat órás hírekbe. Nagy a felhajtás. Ne aggódjon miattam. Hol van most? Szabad vagyok és tiszta. Haladok az ügyben. Láttam Charlie-t, Emelzonnak megadtam a fickó rendszámát. Maga hogy halad? Sehogyan. Van öt esetleges nevem. Semmi összefüggést nem látok közöttük, és nem értem, hogy miért akarta bárki bármelyiküket is lelövetni James Barral. Szüksége lesz Franklinre. Nyomoztatnia kell. Nem engedhetem meg magamnak Franklint. Találja meg nekem azt a címet Kentakiban. Kentakiban? Ahová James Barr lőni jár. Richard telefonselcegést, majd papírzörgést hallott. Helen visszajött, és beolvasta a címet. Richardnek semmit nem mondott. Egy út, egy város, egy állam, egy postai irányítószám. – Mi közökem takinak -e ez az egészhez? – kérdezte Helen. Richard egy kocsit hallott közeledni. Tőle balra széles gumik gördültek lassan. Az oszlop mögé húzódott és figyelt. Egy járőrkocsi, világítás lekapcsolva, két zsaru elől. Nyakukat nyújtogatják, néznek jobbra, néznek balra. Most mennem kell, mondta Richard a telefonba. Megszakította a vonalat, és a mobilt letette az osztop tövéhez. Emerson lenyomozhatta az iménti hívást, és a mobiltársaság beazonosította a készüléket és persze a helyet is a készülék által 15 másodpercenként leadott impulzusok alapján. Richard lerakta a mobilt a porba, és elhúzott nyugat felé, 12 méterrel a stráda hídja alatt. Tíz perccel később az üvegtorony hátuljánál volt, a garázs lejárattal szemben. Egy üres rendőrségi járőrkocsi parkolt az útpatkán. A fickójé, aki Helen ajtaja előtt posztol, gondolta a Átment az úton, és lesétált a rámpán a föld alatti garázsba. Gyér neonfények égtek az alacsony mennyezetű, sok sötét beszügeléssel teli garázsban. Ideg volt, és csend a 40 méteres mélységben. 40 méter mélység. Mintha csak a First Street új kiterjesztése lenne. Ricső keresztbe a hátsó falig lelépte a teret. 35 lépés. Megfordult, mint egy úszó, amikor a medence falához ért, és visszafelé is lemérte. 35 lépés. Átlósan áthaladt a távoli sarokba. Sötét volt. Átpréselte magát a két NBC-s közvetítő kocsi között, és megtalálta a kék Ford Mustangot, amelyről azt feltételezte, hogy N. Janni kocsia. Az autó tiszta volt és csillogó nemrég fényezhették. Kicsi ablakai voltak a felnyitható tető miatt. Csapott szélvédő, hüsszínű üveg. Próbálta kinyitni az utasoldali ajtót. Zárva volt. Megkerülte a kocsit, és a vezető felüli ajtóval próbálkozott. Mozdult az ár. Körülnézett, és kinyitotta az ajtót. Nincs riasztó. Benyúlt a konzolra, és megnyomta a gombot, amelyel az összes zárat, a csomagtartójét is nyitotta. Becsukta a vezető felőli ajtót, és hátrament a csomagtartóhoz. Felemelte a panellapot, és alatta meglátta a pótkereket. Mellette volt a kocsi emelő és egy hosszú csőkulcs, amely a kocsi emelőhöz és a kerékcsavarok meglazításához is szolgált előszette a kulcsot és becsukta a csomagtartót. Ezután beült a vezető melletti ülésre. A kocsi belsejében parfüm és kávészak terjengett. Kinyitotta a kesztyűtartót, amiben egy kötek térképet és egy kis bőrmappát talált. A mappában volt egy biztosítói papír és egy forgalmi, mindkettő Janin Lorna N. Janni nevére kiállítva, helyi indianai címmel visszatette a mappát és becsukta a kesztyűtartót. Aztán kényelembe helyezte magát, az ülést tolta, hogy kinyújthassa a lábát. Kigombolta az ingét, a csőkulcsot az ölébe tette, és hátradőlt. Kinyújtózott. Nagyjából három órát fog várakozni. Megpróbált elaludni. Aludj, amikor csak módod van rá, ez régi szabály a hadseregben. Emerson első dolga volt, hogy kapcsolatba lépjen a telefontársasággal. Megerősítették, hogy a hívás egy mobiltelefonról érkezett. Az előfizető nevét is megadták, indianai specializált szolgáltatások. Emerson kiadta a feladatot egy kezdő nyomozónak, hogy derítse ki, miféle cégről van szó. Messzire nem jutottak ezen a szálon, mert a társaság egy Bermudában bejegyzett offshore céghez tartozott, és nem rendelkezett helyi címmel. A készülékről leadott impulzusok alapján azonban a telefontársaság elég pontos helyszínt adott meg, a mobiltelefon pillanatnyilag a belvárosi körzetben lelhető föl. Rozméri Bar szép szavakkal meggyőzte a kórház hatodik emeletén az őrt, hogy látogatási időn túl is bemehessen a bátyjához. Amikor azonban a kórterembe ért, látta, hogy bar mélyen alszik. Hiába volt az igyekezet az őrnél. Harminc percig ült az ágy mellett, de bar nem ébredt fel. Rózméri figyelte a monitort. A szívverés erősnek mutatkozott és szabályosnak. A légzése is rendben volt. Bar továbbra is az ágyvashoz volt bilincselve, a fején változatlanul rajta volt a kötés, de a teste nyugodtnak látszott. Rozméri megnézte a korlapot, hogy rendesen ellátják-e a bátyját. Látta az orvos feljegyzését, esetleg P.A. korai stádiumban. Rozmérinek fogalma se volt, mit jelenthet ez, és az éjszaka közepén alig ha volna bárkit, aki ezt elmagyarázza neki. A telefontársaság egy városi térképen megjelölte a mobilkészülék valószínű helyét, és a térképet átküldte Faxon Emelzonnak. Emelzon kitérte a papírt a gépből, és öt percet a vázlat értelmezésével töltött. Annyilag hotelt, bárt, éttermet is jelezhettek, végül rájött, hogy valószínűleg egy üres telekről van szó. Egy pillanatra elképzelte Richard, amint kartonok között alszik egy szemétdombon. Aztán arra a következtetésre jutott, hogy a készüléket ott hagyta valahol, és ezt a feltevést hamarosan meg is erősítette a járőrkocsi, amelyet a helyszínre küldött. Emerson pusztán a forma kedvéért beütötte a kompjúterbe a rendszámokat, amelyeket Richard adott meg. Két fekete színű kedillek devil jött ki a gépen, mindkettő az indianai specializált szolgáltatások nevű cégre regisztrálva. Sákutca írta rá papírlapra Emelzon, és berakta a papírt egy dossziéba. Richard fölneszelt minden esetben, amikor a lift motorja működésbe lépett. Az első három alkalom téves riasztásnak bizonyult. Ismeretlen hivatalnokok jöttek le egyesével a lifttel egy hosszú nap után fáradtan, és mentek a kocsijukhoz. Beültek, elhajtottak, a garázs újra elcsendesedett, és Richard mint háromszor újra elszenderült. Negyedszerre azonban ébren maradt. Hallotta a felvonó motorját, és az órájára nézett. 11.45. Záróra. Fülelt, és hallotta a liftajtót nyílni. Ezúttal nem egy magányos hivatalnok szállt ki, hanem egy népes csoport. Zajosak voltak. Az egész NBC stáb a 11 órás hírek után. Richard lecsúszott a mustang utasülésén, és a csőkulcsot elrejtette az inge alá. A fém hideg volt, ahogy a hasához ért. A kocsi lehúzható tetejét bámulta, és várt. Egy dagadt fickó trottyos farmerban préselt át magát a mustang elsőlök hárítójánál. Bozontos, ősz szakálla volt, és koszos pólót viselt a kinyúlt pulóvere alatt. Nem éppen képernyős zseni, talán valami operatőr. Egy metálezűs terepjáróhoz lépett és bemászott. Aztán egy piperkőc érkezett nagy hajjal és hófehér fogakkal. Ez viszont már kifejezetten képernyős bajomnak látszott, időjárás bemondó vagy sportkommentátor lehet. Megkerülve a musztángot egy Ford Taurusba ült be. Ezután három fiatal nő következett alkalmi öltözetben, talán a stúdióigazgató, a rendező, meg a látványtervező. Átsusszantak a musztáng és egy közvetítő kocsi között. Aztán elváltak egymástól, s mindegyikük beszállt a saját kocsiába. Még hárma jöttek ezután. Végül megérkezett en Janni. Valakivel beszélgetett, elköszönt és kinyitotta a kocsi ajtót. Régi farmert és új sejem blúzt viselt. Utóbbi elég drágának látszott. Richard úgy vélte, hogy a nő adásban lehetett, de nyilván a bemondói pult mögött ült, és csak deréktól fölfelé látszott. A hajas spréjjel fixálva. Lehuppant az ülésre, és bevágta az ajtót. Aztán jobbra pillantott. – Maradjon nagyon csendben! – kiáltott Richard. Vagy lelövöm! Az inge alatt dudorodó csőkulcsot jól láthatóan felé irányozta eléggé úgy hatott, mint egy pisztolycső. A nő dermedten nézett rá. Szentől szemben vékonyabbnak látszott, és idősebbnek, mint a tévéképernyőn. Finom szarkalábak keretezték a szemeit vastag sminkkel, ennek ellenére nagyon szép volt. Valószerűtlenül tökéletesnek látszott, merész, élénk vonások, blúzán előírásos gallér, de három gomb nyitva medáns és szexi egyszerre. Kezeket előre, hogy lássam! Rivalt rá Richard. Az ölébe! Richard nem szerette volna, ha a nő megnyomja a kürtöt. Kulcsot a konzorra! Az se lenne jó, ha megnyomná a riasztógombot. Az új fordokban, amelyeket Richard mostanában vezetett, van egy kis piros gomb erre a célra. Mozdulatlanul ül, utasította. Szépen, nyugodtan. Akkor minden rendben lesz. Richard megnyomott egy gombot a maga oldalán, és ezzel bezárta az ajtókat. Tudom ki maga, mondta a nő. Én is, mondta Richard. Richard továbbra is ráirányozta a csőkulcsot, és várt. Janni nyugodtan ült, keze az ölében, Nehezen lélegzett, egyre ilyettebbé vált, ahogy a kollégái egymás után húztak el a kocsiukkal. Senki sem nézett vissza. Hosszú volt a nap. Maradjon nyugton, ismételte Rícsöl. És akkor nem lesz semmi baj. Janni jobbra pillantott, aztán balra. Egész teste megfeszült. Ne tegye, mondta Rícsöl. Semmit ne tegyen. Vagy meghúzom a ravaszt gyomorlövés vagy a combjába lövök. Húsz perc alatt elvérzik. Nagyon fájdalmas. Mit akar? kérdezte Janni. Azt akarom, hogy csendben és nyugodtan üljön. Mindössze pár percig. A nő összeszorította a fogait és csendben ült. Az utolsó autó is elhajtott. Egy fehér taurusz, a nagyhajú fickó. Az időjós vagy a sportriporter. Csikorogtak a kerekek, ahogy felhajtott a rámpára. Aztán teljes csend ereszkedett a garázsra. Mit akart tőlem? kérdezte újra Janni. Hangja erőtlen volt. Szeme kikerekedett, teste remegett. Nemi erőszakra gondolt, kínzásra, csonkításra. Richard fölkapcsolta a belső világítást. Azt szeretném, hogy Pulitzer Díjat kapjon, mondta. Micsoda? Vagy emmit, bármit, amiért maguk úgy oda vannak. Nem értem. Azt akarom, hogy meghallgasson egy történetet. Folytatta. Miféle történetet? Figyeljen ide, mondta Richard. Felemelte az ingét. Megmutatta a csőkulcsot, mely a hasán pihent. A nő rábámult. Vagy a szilánk okozta seb helyre. Vagy mindkettőre. Richard a csőkulcsot a tenyerén egyensúlyozta. A fény felé tartotta. A csomagtartójából vettem ki, mondta. Nem pisztoly. Megnyomta a gombot az ajtón, és kinyitotta az árakat. Szabadon elmehet, mondta. Amikor csak akar. A nő a kilincsre tette a kezét. Ha most elmegy, én is elmegyek, mondta Rícsör. Többet nem lát, és elúszik a sztori. Valaki másé lesz. Egész este a maga képét közvetítettük, mondta Janni. És a zsaruk az egész város telerakták a körözési plakátjával. Maga ölte meg a lányt. Richard megrázta a fejét. Nem én ültem meg, és ez is része a történetnek. Milyen történetnek? A múlt péntekinek, felelte Richard. Nem az volt, aminek látszik. Én most kiszállok a kocsiból, mondta Janni. Nem, mondta Richard én szállok ki. Elnézést, hogy felzaklattam. De szükségem van a segítségére, mint ahogy magának is az enyémre. Én most kiszállok. Maga bezárhatja az ajtót, és elindíthatja a motort. A lábát ráteszi a fékre, és hüvelyknyire leúzza az ablakot. Bármelyik pillanatban elhajthat. A nő nem szólt semmit. Csak maga elé nézett, mintha azzal, hogy nem néz rá, eltüntethetné a pasast. Richard kinyitotta az ajtót, kiszállt a kocsiból, megfordult és finom az, az ülésre helyezte a csőkulcsot. Aztán becsukta az ajtót és megállt. Betülte az ingét. Hallotta az árak kattanását. A nő elindította a motort. A féklámpák felgyulladtak. Janni felnyúlt és lekapcsolta a belső világítást. Arca eltűnt a sötétben. Felgyulladt a tolató lámpája, s a kocsi megindult hátrafelé. Aztán megállt, és egy gyors, éles kanyarra megindult előre az üres garázsban. A kerekek csikorogtak. Fölhajtott a rámpára, és fölgyorsított. Aztán hirtelen lefékezett. A mustang megállt, közvetlenül a kijárat előtt. Richard elindult felé, kicsit lehajolt, hogy a hátsó tükörben lássa a nőt. Nem telefonált. Csak ült, nézett egyenesen előre, kezei a kormányon. A féklámpák égtek, olyan erős vörös fényjel, hogy az szinte fájt. A kipufogó mormogott. Fehér füstöt ukádott, és víz csöpögött belőle. Kis tó csak keletkezett alatta a betonon. Richer megkerülte a kocsit, és egy lépésnyire megállt az ablaktól. A nő másfél hüvelyknyire leengedte az ablakot. Miért pont az én segítségemre van szüksége? kérdezte. Azért, mert a péntek nagyon gyorsan véget ért a maga számára. Felelte Richard. De még visszahozhatja a sírból. Van a történetnek egy másik rétege, ami nagyon nagy sztori. Díjakat nyerhet vele. Jobb állást kaphat. A CNN sorba fog állni az ajtaja előtt. Azt gondolja, hogy ennyire becsvágyó vagyok? Azt gondolom, hogy maga újságíró. Ez hogy érti? Azt, hogy az újságírók végül is szeretik a sztorikat. És szeretik az igazságot. A nő csak nem egy percig hallgatott. Egyenesen maga elé merett. A kocsi közben pattogott, ahogy fölmelegedett a motor. A nő levette a lábát a fékről. A mustang pár centit visszagurult. Richard arrébb mozdult, hogy egy vonalban legyen az ablakkal. Janni elfordította az arcát, és egyenesen a szemébe nézett. – Nos, akkor mondja el a sztorit! Mondja el az igazságot! Richard elmondta a történetet, és elmondta az igazságot. Törökülésben ült a betonpadlón, úgy, hogy a nő lássa, hogy nem készül semmire, tehát nem kell tőle tartania. Mindent elmondott. Az összes eseményt sorra vette, a feltevéseket, az elméleteket és a találgatásokat is. A végén elhallgatott és várta a reakciót. Hol tartózkodott, amikor a lányt megölték? kérdezte Janni. A motelben aludtam. Egyedül? Egész éjszaka. A nyolcas szobában. Jó alvó vagyok. Ez nem alibi. Az embernek olyankor soha nincs alibije, amikor szüksége lenne rá. Ez egyetemes természeti törvény. A nő hosszasan nézett rá. Mit vár tőlem? kérdezte végül. Azt, hogy kutassa föl az áldozatokat. Janni elgondolkodott. Ezt megtehetjük, mondta végül. Vannak rá embereink? Az nem elég, mondta Ricső. Azt szeretném, ha fölfogadnának egy Franklin nevű fickót. Helen Rodin többet tud mondani róla magának. Helen irodája ugyanebben az épületben van, két emelettel maga fölött. Miért nem fogadja föl ezt a Franklin nevű fickót ez a Helen? Mert nem engedheti meg magának. Maga viszont igen. Gondolom, van rá kerete. Franklin egy heti bére valószínűleg kevesebbe kerülne, mint az időjós szép fiújuk hajvágása. És utána? Utána összerakjuk a részeteket. Mekkora ügy ez? Pulitzer díjas. Emmi díjas. Benne van egy új állás. Honnan tudja? Maga nem a szakmában dolgozik. A hadseregnél voltam. Szerintem egy bronz csillaggal legyen értékű. Nem tudom, tűnődött Janni. Igazság szerint fel kellene adnom magát. Nem tud, mondta Richard. – Előhúzza a mobilját, és én már is kint vagyok a rámpán soha nem kapnak el. Egész nap ezzel próbálkoztak. A díjak engem nem érdekelnek különösebben, mondta Janni. Akkor tegye meg élvezetből, szakmai önbecsülésből. Richard féloldalra dölt ültében, és a fal elővette a papír amelyre Helen Rodin száma föl volt írva. Oda tartotta az ablak szegélyéhez. Janni óvatosan elvette, s vigyázott rá, hogy az ujjaik még csak véletlenül se érjenek össze. – Hívja fel Helent! – mondta Richard. – Most! Ő igazolni fog engem! Janni elővette a mobilját, és beütötte a számokat. Aztán visszaadta a szalvétát. Várta, hogy a túloldalon fölvegyék. – Helen Rodin? – kérdezte. Majd felhúzta a kocsi ablakát, és Récsőr egy szót se hallott a beszélgetésből. Egy pillanatra elbizonytalanodott, hogy a nő valóban Helennel beszél-e. Az is lehet, hogy a szalvétát nézte, s közben fejből másik számot hívott. Nem a 911-et, hanem a rendőrség központi számát, mert tíz számot ütött be. Az is lehet, hogy tudja valamelyik zsaru számát a kapitánságról. A riporterek fejből tudnak fontosabb számokat. De a vonal túlsó végén valóban Helen beszélt. Janni leengedte az ablakot, és odaadta Richardnek a telefont. – Ez igaz? – kérdezte Helen. – Azt hiszem, még nem döntötte el. – De lehet, hogy igen, mond. – Jó ötlet ez? – Vannak forrásai. És nem árt, ha a média ott van a hátunk mögött. Győzze meg őt! Reacher visszaadta a telefont az ablakrésen át. Ezúttal Janni nem húzta fel az ablakot, s így Reacher hallhatta a beszélgetés végét. A nő kezdetben szkeptikus volt, aztán semleges, s a végére valamelyest meggyőzték őt a hallottak. Megbeszélte Helennel, hogy másnap reggel első dolga lesz, hogy fölmegy az irodájába. Aztán kikapcsolta a telefont. Van egy zsaru az ajtaja előtt, mondta Richard. Tudom, említette, de azok magát keresik, nem engem. És pontosan mit fog csinálni? Még nem döntöttem el. Richard hallgatott. Azt hiszem, először is látnom kell, hogy maga miért keveredett a dologba, mondta Janni. Az nyilvánvaló, hogy James Barr különösebben nem érdekli magát. Talán inkább a nővére? Rosemary? Richard hosszan szembenézett vele. Egy nő, egy újságíró. Részben ugyan rózméri miatt teszem, de... De? De főként a bábjátékos érdekel, aki mozgatja a szálakat. Túl okosnak hiszi magát, és én ezt nem szeretem. Meg akarom mutatni neki, mit jelent az, ha valaki tényleg okos. Kihívás? Megölte azt a lányt. Egy kedves butuska teremtés volt. Csak egy kis szórakozást keresett. Sajnos rossz helyen. Szóval a fickó megérett rá, hogy valaki elkapja a tökét. Ez a kihívás. Maga alig ismerte azt a lányt. Ez nem teszi őt kevésbé ártatlanná. Oké. Okay. Mi oké? Okay? Az NBC kifizeti franklin -t. Aztán meglátjuk, mire megyünk vele. Köszönöm, mondta Richard. Hálás vagyok érte. Lehet is. És még egyszer elnézést, hogy ráijesztettem magára. A frázshoz talám? Nagyon sajnálom. Még valami? Igen, mondta Richard. Kölcsön akarom kérni a kocsiát. A kocsimat? A kocsiát. Minek? Hogy benne aludjak, és hogy utána elmenjek Kentakiba. Mi van Kentakiba? A rejté egyik kulcsa. Janni megrázta a fejét. Ez őrültség? Óvatosan vezetek, higgy el. Segítenék-e szökevény bűnözőnek, és azonnal bűnrészessé válnék? Én nem vagyok bűnöző, mondta Ricső. Bűnöző az, akit szabályos bírósági eljárás során elítélnek. Következésképpen szökevény sem vagyok. Nem vagyok letartóztatva, és nem emeltek vádat ellenem. Legfeljebb gyanúsítanak, ez minden. Nem adhatom oda magának a kocsimat, miután egész este a maga képét mutogattuk a képernyőn. Nyugodtan mondhatja, hogy nem ismert föl. Az egy vázlat, nem fotó. Valószínűleg nem is túl pontos. A haja más. Na látja, ma reggel levágattam. És a neve? Kölcsönadom a kocsimat egy idegennek anélkül, hogy tudnám a nevét? Talán hamis nevet adtam magának. Találkozott egy fickóval, akinek a neve nem mond semmit magának, és nem hasonlít a rajzon szereplő fazonra sem. Ennyi az egész. És milyen nevet mondjak? Joe Gordon. Az kicsoda? A Yankees hátvédje 1940-ből. Abban a szezonban harmadikként végeztek. Nem Joe hibájából, ő nagyon szép karriert futott be. Pontosan ezer meccset játszott, és pontosan ezer találata volt. Maga sokat tud, Holnap még többet fogok, ha kölcsön adja a kocsiját. És én? Hogy megyek haza ma éjjel? Hazaviszem. Akkor meg tudja, hol lakom? Már tudom. Megnéztem a forgalmiát. Csak azért, hogy tudjam, valóban a maga ülök ülöke. Janni nem szólt semmit. Ne aggódjon, mondta Richard. Ha bántani akartam volna, már megtehettem volna, nem gondolja? Janni hallgatott. Óvatosan vezetek, bizonygatta újra. Biztonsággal hazaviszem. Inkább rendelek egy taxit, mondta Janni. Magának is jobb így. Az utcák üresek, és ez a kocsi elég feltűnő. A zsaruk tudják, hogy az enyém örökké leállítanak. Gyors hajtással jönnek, de valójában autogramot akarnak, vagy benézni a blúzom alá. Megint elővette a mobilját és rendelt egy taxit a garázsba. Aztán kiszállt a kocsiból, és a motort nem állította le. – Álljon egy sötét sarokba! – mondta. – Jobb, ha a reggeli csúcs előtt nem megy ki a kocsival. – Köszönöm! – mondta Rachel. – Most azonnal álljon odébb a kocsival! – tette hozzá. – Az összes híratunkban a maga harcát mutogattuk, és a taxisofőr, gondolom, nézte a műsort. Remélem legalábbis. Nem mindegy, mennyi a nézettségünk. Köszönöm, ismételte Richard. Ennyi Janni arrébb ment, és megállt a rámpa aljánál, mintha csak buszra várna. Richard beszállt a kocsiba, és betolatott a garázs mélyére. Aztán megfordult, és előre menetben beállt egy távoli sarokba. Kikapcsolta a motort, és figyelt a visszapillantó tükörből. Öt perc múltán megjött egy fehér taxi, és Enni Janni beszállt hátulra. A taxi megfordult, kihajtott az utcára, és a garázs elcsendesedett. Richardben ült Enni Janni mustangjába, de úgy döntött, nem marad a garázsban a fekete üvegtorony alatt. Túl kockázatos. Ha Janni meggondolja magát, Richard csapdába kerül. A nő berezel, vagy a lelkiismeret furdalása támad, fölkapja a telefont, fölhívja Emelzont, és már is kész a baj. Épp az autómban alszik a garázs egyik sarkában. Richard tehát három perccel azután, hogy Janni elhajtott a taxival, kihajtott a garázsból a Föl Streetre. Semmi forgalom. Fölhajtott a pláza melletti garázs második emeletére, és leparkolt azon a helyen, amelyet James Bar használt. Nem dobott érmét a parkolórába csak előhúzta Janni térképét, és megnézte, milyen útvonalon fog eljutni Kentakiba. Aztán hátratolta az ülést, kinyújtózkodott, és elaludt. Öt órával később ébredt, még hajnal előtt. Elindult a kocsival dél felé. Három járőrkocsit látott, mielőtt kijutott a városból. De a rendőrök nem törődtek vele. Túlzottan is lefoglalta őket Jack Reacher keresése ahhoz, hogy egy csínos kis tévésztárt zaklassanak. 12. fejezet Egy órája autózott már, amikor a hajnal első fényei megjelentek. Az égbolt sötétből szürkére, majd bíborra váltott, aztán lapos, narancssárga napsugarak tűntek fel a horizonton. Richard lekapcsolta a fényszórókat. Nem tartotta okos dolognak, hogy napkelte után díszkivilágítással hívja fel magára a figyelmet. Az ilyesmi sokféle képzett társításra adhat okot egy feltételezhetően zűrös éjszakával kapcsolatosan. Már maga a musztáng is elég provokatív ahhoz, hogy felhívja magára a figyelmet. Hangos és agresszív, ráadásul az a típus, amelyből elég sokat lopnak el kényelmes tempóban vezetett és bekapcsolta a CD-t. Sheryl Crow szólalt meg rajta. Arról énekelt, hogy minden nap egy kanyargós útvesztő. Tudom, gondolta magában. Nekem mondod? Egy vasídon áthajtott az ohájó fölött, s ahogy a fények a lassan hömpögő víz színére vetültek, egy pillanatra színaranyjá olvadtak a szeme előtt. A kocsi belsejében a visszatükröződő fénytől természet fölötti ragyogás keletkezett. A hídálványzat teteje úgy csillant meg, mint egy bűvös korong. A hatás meghökkentő volt. Bal szemét lehúnyta, és hunyorogva hajtott be Kentaki államban. Déli irányba tartott, és várta, hogy feltűnjön a Blackford folyó. En Janni térképe szerint ez egy mellékfolyó, mely délkeletről nyugati irányban csatlakozik átlósan az Ohio-hoz. A forrásvidékén tökéletes, egyenlő szárú háromszöget formál két országúttal három mérföld hosszúságban. És a Helen Rodintól kapott információ szerint James Barr kedvenc nőtere valahol ezen a háromszögön belül helyezkedett el. Kiderült, hogy maga a háromszög volt a lőtér. Három mérföldön át rícsőszöges szöges drótkerítést látott balkész felől, miután áthajtott egy hídon a Blackford folyó fölött. Minden negyedik póznán tábla figyelmeztetett, belépni tilos, lőgyakorlat. Aztán az út 60 fokos szögben elfordult, és három mérföldön át észak-kelet felé futott, tovább. Amikor újra elérte a Blackfordot, Richard meglátott egy kaput, és azon túl egy kavicsos tisztást, valamint pár alacsony építményt. A kapu le volt láncolva. Kézzel festett tábla jelezte, nyitva, nyolc órától sötétedésig. Richard az órájára nézett. Fél órával korábban érkezett. Az út másik oldalán egy alumínium bodega állt, kavicsal leszólt parkolóval. Odaállt a mustánggal. Éhes volt. Sok időbe telt el a merőodban elfogyasztott vesepecsenye óta. Lassan komótosan reggelizett, s közben figyelte a szemközti kapu környékét. Nyolc körül három terepjáró jelent meg a kapunál, szemlátomást bebocsátásra várva, öt perccel nyolc után megérkezett egy fickó egy fekete dízel hamvivel, és a mozdulataiból ítélve szabadkozott a késésért. Levette a kapuról a láncot, s félreállt, hogy beengedje a kuncsaftjait. Aztán visszamászott a Hanviébe és követte őket. Ugyanaz a szabadkozási jelenet megismétlődött a főépületnél, majd a kuncsaftok eltűntek a látómezőből. Richard kért még egy csésze kávét. Arra gondolt, hagy egy kis időt arra, hogy oda átrendeződjenek a dolgok, és majd akkor ballag át, amikor nyugodtan beszélgethet a tulajjal. Azon kívül a kávé jó volt. Túl jó, hogy ott hagyja. Friss volt, forró és méregerős. Nyolc kor eldördültek az első lövések. Tompa, a levegőt megrázkódtató dörrenések. A hangokból ítélve Richard becslése szerint jó kétszáz méterre lehettek a lőállások, és nyugati irányba tüzeltek. Aztán egy kézi fegyver könnyebb csattanásai hallatszottak. Richard megigézve figyelte az ismerő zajokat, aztán ott hagyott két dollárt az asztalon, tizenkettőt fizetett a kasszánál, és távozott. Odakint beült a musztánkba, és behajtott a lőtér nyitott kapuján. A Hamvi tulajdonosát egy derék magasságú pult mögött találta a főépületben. Közelebbről a fickó idősebbnek látszott elmúlt ötven, de még hatvan alatt járt, gyér ősz hajzat, barázdát, arc, de száfa egyenes tartás. Viharvert nyaka szélesebb, mint a feje, és a szemekből rícsör tengerész gyalogsági altiszti múltat vélt kiolvasni, még mielőtt a tetoválásokat az alkaron és a falra kiaggatott emléktárgyakat szemügyre vette volna. A tetoválások régiek voltak, már megfakultak. A falat főleg zászlók borították. A kollekció közepén volt egy megsárgult lőlap, bekeretezve, üveg alatt. Öt darab háromszázas lyuk sorakozott a belső körben, sűrűn egymás mellett. A hatodik év csak érintette a kör szélét. – Segíthetek? – kérdezte a fickó. Elnézett Richard válla fölött, az ablakon túra, a mustángra. – Azért vagyok itt, hogy minden problémáját megoldjam. Felte Rachel. Tényleg? Nem, csak vicceltem. Igazából néhány kérdést szeretnék föltenni magának. A fickó nem válaszolt azonnal. James Barról? kérdezte aztán. Talált, süllyedt. Nem, nem. Nem. Nem nyilatkozom riportereknek. Nem vagyok riporter. A mustangja, ahogy látom, nem rendőrségi kocsi, és nem is bérelt járgány. Indianai rendszáma van. Meg aztán a szélvédőjén rajta van az NBC emblémája. Mindebből arra következtetek, hogy maga egy tévésztorin dolgozik, és azt akarja bemutatni, hogyan használta James Barr a lőteremet arra, hogy felkészüljön a gyilkosságokra. És használta? Mondtam, nem nyilatkozom. De bar járt itt, nem igaz? Nem nyilatkozom, ismételte a fickó. Nem volt rosszallás a hangjában, csak eltökéltség. Semmi ellenségesség, csak magabiztosság. Nem beszél, és kész. Ennyi. Itt a történet vége. Csend lett. Csak a távoli lövések zaja hallatszott. Meg valami zörgő zümmögés a másik szobából. A hűtőszekrény talán. Nem vagyok riporter, mondta megint Richard. Kölcsön egy riporter kocsiját, ennyi az egész. Hát akkor ki maga? Valaki, aki régről ismeri James Bart. A barátjáról, Charlie-ról szeretnék többet tudni. Azt gondolom ugyanis, hogy Charlie vitte őt bele ebbe az egészbe. A pasas nem kérdezte, hogy miféle barátról van szó. Nem kérdezte, ki az a Charlie csak a fejét rázta és makacskodott. Nem segíthetek! Richard elfordult, és a bekeretezett lőlapot kezdte nézegetni. A magáé? kérdezte. Minden, amit itt lát, az az enyém. Mekkora volt a lőtáv? kérdezte. Miért? Csak azért, mert ha 600 jardos volt, akkor maga elég jó. Ha 800, akkor nagyon jó. Ha 1000, akkor hihetetlen. Maga is lő? kérdezte a fickó. Régen csináltam, mondta Rachel. Hát sereg! – Hajdanán. A fickó megfordult és leemelte a keretet a kampójáról. Óvatosan a pultra helyezte és megfordította. Kézzel írott megfakult írás át a lap alján. 1978. Egyesült Államok haditengerészete. Ezerjardos lövészeti verseny. Ganni Samuel Kes harmadik helyezés. És alatta három hitelesítő aláírás. Maga Kes őrmester? kérdezte Ricsőr. Nyugdíjasan, kiszuperálva. Magam is. De nem a tengerészettől. Ezt ránézésre meg tudja mondani? Elég könnyen. Gyalogság, mondta Ricsőr. De a nagyapám a haditengerészetnél volt. Kes bólintott. Ez már majdnem emberré teszi magát! Richard az ujja egyét végighúzta az üvegen a találatot környékén. Öt teli találat, s a hatodik hajszállal a középső kör szélén. Jó lövés! Örülnék, ha ma fele akkor a távolról lőnék ilyet? Akár csak én, mondta Richard. Múlnak az évek. Azt mondja, hogy annak idején megcsinálta volna? Richard nem válaszolt. Igazság szerint megnyerte a haditengerészet ezer lövészeti versenyét, pontosan tíz évvel azután, hogy Kes harmadik helyet szerzett. Az összes gulyót egy akkora átmérőjű lyukba küldte be, ahová egy felnőtt férfi hüvelykúja épp csak beleférne. Kivételes év volt ez számára. Egyfajta csúcspont fizikailag, mentálisan, mindenféle szempontból. A következő évben nem védte meg a bajnoki címét, jól lehet a katonai vezetés indítani akarta őt ekkor is. Sok év távlatából visszanézve ez a döntése két dolgot jelzett, egyfelől a hadseregtől való lassú elszakadásának a kezdetét, másfelől pedig egy furcsa nyughatatlanság kialakulását. Ekkor kezdett urrá lenni benne az az érzés, hogy soha, sehol nem szabad leragadnia és soha nem szabad visszanéznie, hogy ne akarja többé kétszer ugyanazt tenni. Ezer yard nem kis távolság, mondta Ganni Kes. Igazság szerint, amióta leszereltem a haditengerészettől, nem találkoztam olyan emberrel, aki egyáltalán a lőlapot eltalálta volna ekkor a távolságról. Én talán súrolnám a szélét, mondta Richard. Kes felvette a keretet a pultról, és visszahelyezte a kampóra. Jobb hüvelykújjával akkurátusan megigazította, hogy egyenesen álljon. – Nekem itt nincs ezer jardos pályám – mondta. – Csak a lőszert pocsékolnánk, és a kuncsaftokat frusztrálnánk vele. – De van egy jó kis háromszáz jardosom, ami most üres. Kipróbálhatja. – Aki ezerről megcsipkedi a lőlapot, annak háromszázról már elég jót kell lőnie. – Reacher nem válaszolt. Nem gondolja? kérdezte Kes. Bizonyára, felelte Reacher. Kes kihúzta a fiókot, és előhúzott egy új lőlapot. Hogy hívják? Bobby Richardson, mondta Richard. Robert Clinton Richardson 1959-ben 301-et lőtt, 134 meccsen 141-et, de a jenki csak harmadik lett. Kes elővett az ingezsebéből egy tollat, és ráírta a lapra R. Richardson 300 yard, dátum, időpont. Aztán húzott egy nagyjából egyszer fél centis X-et a belső körbe. A lőlapotot hagyta a pulton és átment a másik szobába, ahonnan a hűtőszekrény zajára emlékeztető zöre jött. Egy perc múlva egy fegyverrel tért vissza. M24-es Remington volt, Leopold ultracézó berendezéssel és egy kétlábú állványjal. A haditengerészetnél rendszeresített típus volt. Szemlátomás sokat használták, de remek állapotban volt. Kes oldalára fektetve a pultra helyezte. Levette róla a tárat, és megmutatta Richardnek, hogy üres. Szétnyitotta a závárt, és mutatta, hogy az is üres. Reflex, rutin, elővigyázatosság, professzionális udvariasság. Az enyém, mondta, pontosan háromszáz jadra belőve. Én magam lőttem be, személyesen. Elég jó, mondta Rícsör, és így is gondolta. Egy ex gyalogosban, aki 1978-ban a harmadik legjobb céllövő volt a világon, meg lehet bízni ilyen ügyekben. Egy lövés, mondta Kes. Elővett egy töltényt a zsebéből, háromszázas Winchester volt. A lőlapra helyezte az X közepére. Teljesen eltakarta a jelet. Aztán elmosolyodott. Richard visszamosolygott rá. Fölfogta a kihívást. Tökéletesen fölfogta. Találd el az X-et, és akkor beszélgethetünk James Barrról. Ez legalább nem kézitusa, gondolta Richard. Menjünk, mondta. Kellemes csöndes idő volt odakint, se nem hideg, se nem meleg. Lőgyakorlathoz ideális. Szél nem fújt, nem kellett attól tartani, hogy a légköri viszonyok befolyásolják a találati eredményt. Bemásztak Kes Hanviébe, és a férfi begyújtotta az ajos dízelmotorját. – Szereti az ilyen kocsikat? – dünnyögte Richard. Nem igazán – feleltekes. – Egy sima szedánnal elégedettebb lennék. De ez ízés kérdése. A kuncsaftok ezt várják el tőlem. Lankás táj vette körül őket, füves mezők, satnyafák. Buldózerrel valaki széles ösvényeket hasított a zöld növényzetbe. Mindegyik ösvény egy álláshoz vezetett. Az egész terület úgy festett, mint egy félig elkészült golfpálya. Helyenként füves területek, másút vörös földvájatok. Fehérre festett költömbök jelezték az utat, külön a járműveknek, s külön a gyalogosoknak. Mindig is a családomé volt ez a föld, mondta Kes. A lőtér az én ötletem. A golfpályák vagy teniszpályák mintájára. Tudja, mint az olyan fickók, akik visszavonulnak az aktív sportolástól, aztán abból élnek, hogy oktatnak. Működik a dolog? kérdezte Richard. Nem igazán, mondta Kes. Ide jönnek a fazonok lőni, de azt nem nagyon csípik, ha elmondod nekik, hogyan is kéne ezt csinálni. Richard három terep járót látott az elkülönített lőállásoknál. Azok a pasasok hasaltak a kókuszgyékényeken, akik nyolc körül a kapunál várakoztak. Lőttek, szünetet tartottak, megnézték az eredményt, aztán újra tüzeltek. Megélhetés, mondta Kes, Richard kimondatlan kérdésére válaszolva. Aztán lekanyorodott a hámvivel a fő nyomvonalról, és egy üres állás mellé hajtott. Kiszállt a terepjáróból, a lőlapot felcsíptette egy keretre. Sok szerencsét, mondta, miután végzett. Richard csöndben ült pár pillanatig. Idegesebb volt a kelleténél. Mély levegőt vett, bentartotta, s közben érezte, ahogy a koffein dolgozik az erejben. Kicsiny, mikroszkópikus remegés. Négy csésze erős kávé nem épp a legjobb előkészítés egy sikeres lőgyakorlathoz. De hát végtére is ez csak 300 yard. 300 yard egy jó fegyverrel, amikor nincs hőség, nincs hideg, a levegő mozdulatlan. Igazából behunyt szemmel is meg tudná csinálni. Nem is ezzel volt a baj, hanem a téttel. Nagyon akarta, hogy a bábjátékost elkapja, sokkal jobban vágyott rá, mint annak idején a lövészeti verseny fődíjára. Nem tudta volna megmagyarázni magának, miért. De a gond ebből fakadt. Kilégzés. Csak háromszáz yard. Nem hatszáz. Nem 800. Nem ezer. Nem nagy ügy. Kiszállt a hamviből, és felvette a fegyvert a hátsó ülésről. Oda ment a kókuszgyékényhez, és az áványjal együtt óvatosan a földre helyezte. Lehajolt és betározott. Aztán visszalépett, nyújtózkodott, leguggolt, letérdelt, s végül hasra feküdt. Fejkőzésekkel próbálta lazítani a nyakizmait. Olyan érzése támadt, mintha a semmi kellős közepén lenne. Leengedte a fejét. Bal szemét lehúnyta, jobb szemével belenézett a célzó szerkezetbe. Igazított a test Lazított és szétterpesztette a lábát. Tudta, hogy most úgy néz ki, mintha lövés után lenne, és nem lövésre készülődne. Belenézett az optikába. Hipergyors vibrálást látott. A cél, mintha karnyújtásnyira lett volna tőle. A fonálkeresztet az X találkozására igazította. Kibiztosította a fegyvert. Lazított. Kiengedte a levegőt. Érezte a szívverését. A koffein zubogott az ereiben. A fonál kereszt táncolt az X-en. Jobbra, balra, le és fel, kicsiny, össze ugráló köröcskében. Jobb szemét lehúnyta. Szuggerálta magát, hogy csillapodjon a szívverése. Kiürítette a tüdejét, s így maradt két másodpercig. Aztán belégzés, lassú kilégzés, tartás. Minden energiáját lefelé nyomta a nyelőcsövén, vállait lazán leengedte. Izmait ellazította. Megnyugodott. Újra kinyitotta a szemét, és a fonal kereszt most nem remegett. A célpontra merett. Érezte. Akarta. Meghúzta a ravaszt. A fegyver mennydörögve visszarúgott, a torkolat tűz vert fel a kókuszgyékényről, és elhomályosította a látását. Felemelte a fejét, köhintett, és belenézett az optikába. Az X eltűnt. Csínos kis lyuk tátongott a közepén. Újra köhintett, majd föltápászkodott. Kes átvette tőle az optikát, és ellenőrizte az eredményt. Jó lövés, mondta. Jó fegyver! válaszolta a rícsör Kes kiszedte a tárat, és az üres töltényhüvely kiesett a matracra. Letérdelt, felemelte és zsebretette. Aztán fölállt, s elindult a fegyverrel vissza a Hám felé. Akkor megfeleltem? szólt utána a Mihez? A beszélgetéshez. Kes megfordult. Azt hiszi, ez egy teszt volt? Őszintén remélem, hogy igen. Nem fog örülni annak, amit mondanék magának. Próbáljuk ki, mondta Richard. Kes bólintott. Menjünk be az irodába. Visszaérve, Kes berakta Richard lapját egy fiókba, R, azaz Richardson név alatt. Aztán előre zongorázott az ujjaival a B betűhöz, s kiemelte Bardos szélját. Próbál segíteni az öreg haverján, igaz? kérdezte. Nem a haverom, mondta Richter. Annak idején ismertem, ez minden. És? Nem emlékszem, hogy túl jó lövő lett volna. A tévében azt mondták, hogy elég közelről lőtt. Mozgó célpontokra és oldalirányból. A tévében azt mondták, hogy egyértelműek a bizonyítékok. Ez igaz, mondta Richard. Átnéztem mindet. Nézze meg ezt, mondta Kes. Mint egy pakli kártyát, úgy kezelte a bedosszijézott lőlapokat. 32 papírlapot emelt ki koncentrikus körökkel, s mindegyiken rajta volt a jelölés, G-bar 300 yard, és a pontos dátum három évre visszamenőleg. Nézze meg, és fakadjon sírva, mondta Kes. Minden egyes széllap professzionális teljesítményről árulkodott. Richard egyesével végignézte a kollekciót. 32 célpont, mindegyiken tíz kör, összesen háromszáz húsz kör, mindegyik maximális találati arányjal. Ez az összes lövése? kérdezte Richard. Kes bólintott. Láthatja, mindent megőrzök. Milyen fegyverrel? A saját szupermeccsével. Remek flinta. A zsaruk keresték magát? Egy Emelzon nevű fickó. Elég rendes volt, pedig már kezdtem félteni a saját valagamat, mert bár ugye itt renírozott. Féltettem a szakmai hírnevemet. Sok munkám fekszik ebben a helyben, és nem lenne jó, ha hírbe hoznának. Richard még egyszer átnézte a lőlapokat, és eszébe jutott, amit Helen Rodinnek mondott. Ezek nem felejtenek. Mi a helyzet bar haverjával, Charlie-val? kérdezte Richard. Charlie reménytelen eset volt, pláne hozzá képest. Kes összerendezte James Barr lőlapjait, és visszacsúsztatta a dossziét a B betűhöz. Előhúzott egy másik fiókot, és ujjaival visszapörgette a mappákat az S betűig. Charlie Smith, mondta. Ő is katona volt, de Uncle Sam hosszú távon nem sok pénzt fektetett volna bele. Kes, ahogy az imént, most is kiterítette a lőlapokat két hosszú sorban. Harminckettőt összesen. Mindig együtt mutatkoztak? kérdezte Richer. Mint a mogyoróvaj és a lekvár, felelte Kes. Más lőtáv? Más planéta, mondta Kes. Richard bólintott. Charlie eredményei összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak. A 32 lőlapon összesen 8 találat volt a belső körben, s néhány elszórt találat látszott a külső körök szegélyeinél. De a lövések mégis mutattak valami rendszert. Nem össze hanem egy területre koncentrálódtak. Ami arra utalt, hogy a pasas szélzott, csak épp rossz helyre. Lehet, hogy valami látás probléma. ferdülés például. Miféle fickó ez? kérdezte Richard. Charlie, ki ismerhetetlen? Ha jobb lövő lett volna, aggódtam volna átad fordítani neki. Alacsony fickó, igaz? Egészen kicsi, hátborzongató hajzattal. Sokat beszélgettek magával? Nem igazán. Csak két fickó volt Indianából, aki lőni járt ide. Sokan vannak ilyenek. Figyelte, amikor lőttek? Kes rázta a fejét. Soha nem figyelek senkit. A kuncsaftok nem szeretik, ha nézik őket. Ha oda jönnek hozzám tanácsot kérni, készen állok, de nem jönnek. Bar itt vásárolt a lőszert, igaz? Lake City, jó drága. A fegyvere se volt olcsó. Jó flinta volt. Charlesnak milyen fegyvere volt? Ugyanaz a típus. De az ő esetében ez vicc volt. Olyan, mint amikor egy dagat ürge üvegszálas versenybiciklit vásárol. Magának vannak pisztolyai is itt. Van egy beltérre. Ha esik kint, akkor szokták használni a kuncsaftok. Amúgy kizavarom őket. Kézi fegyverrel én nem foglalkozom. Richard bólintott, és Kes halomba rakta Csári lőlapjait, akkurátusan, dátum szerint. Aztán szépen visszarakta a dosszét az S betűhöz. A Smith gyakori név, mondta Richard. A leggyakoribb talán Amerikában. Hiteles név volt, mondta Kes. Megnézem mindenkinek a jogsiját, mielőtt tagságit adok. Honnan jött eredetileg? Az akcentusára gondol? Valahonnan Északról. Elvihetem magammal James Barlow lapjait? Mi a pokolnak? Szuvenír, Mondta Kes nem szólt semmit. Nem kezdek vele semmit, mondta Richard. Nem adom el az interneten. Kes elutasítóan hallgatott. Bar, nem fog visszajönni, mondta Ricső. Ez hétszentség. És ha tényleg védeni akarja a saját hírnevét, úgyis el kell ásnia valahová. Kes vállat vont, és visszafordult a fiók felé. A legutolsót tette hozzá Richard. Az elég is! Kes előhúzta a dosszéból az utolsó lőlapot, és óvatosan átnyújtotta. Richard átvette, és óvatosan összehajtogatva becsúsztatta az inge zsebébe. Sok szerencsét a haverjához, mondta Kes. Nem a haverom, mondta Richard. De köszönöm a segítségét. Szívesen, mondta Kes. is tudom, ki maga. Felismertem, amikor beigazgatta a fegyvert. Soha nem felejtem el, milyen testhelyzetben lőtt. Maga nyerte meg tíz évvel ezelőtt a kupát. Ott voltam a nézők között. A valódi neve Reacher. Reacher bólintott. Udvarias volt magától, hogy nem említette, miután elmondtam magának a harmadik helyezésemet. A magáé keményebb verseny volt, mosolyodott el Reacher. Tíz évvel később már csupa pancser lövöldözött. Richard meg aki határánál, az utolsó benzinkútnál, és teletankolta Janni kocsiját. Aztán felhívta Helen Rodint egy nyilvános telefonról. – Ott van még a kopó? – kérdezte. – Most már kettő is – mondta Helen. – Az egyik az előcsarnokban, a másik az ajtómnál. – Franklin hozzá látott? – Ma reggel. Valami eredmény? Semmi. Őt nagyon átlagos ember volt az áldozat. Hol van Franklin irodája? Helen megadott egy címet. Richard az órájára nézett. Találkozzunk ott négykor. Milyen volt kentaki? Zavarba ejtő, mondta Richard. Újra áthajtott az Ohio fölött, ugyanazon a hídon, s közben Sheryl Kraut hallgatta, amint megint arról mesél, milyen kanyargós labirintus minden egyes nap. Fölerősítette a hangerőt, s közben balra fordult és nyugat felé tartott. En Janni térképe jelzett egy autópálya csatlakozást, 40 mérfölddel arrébb. Ha arra ráhajt, pár órával később úgy juthat be a városba, hogy nem kell belevetnie magát a délutáni csúcsforgalomba, rögtön a hídnál hídnáljukat ki a belváros közepén. Közben azon tűnődött, hogy Emerson eléggé frusztrált lehet már. 13 éves rendőri múltja alapján pontosan tudta, hogyan érezheti magát egy zsaru az efféle helyzetben. Hát finoman szólva is pocsékul. Megtalálta a csatlakozást és ráfordult az észak felé tartó autópályára. Kikapcsolta a CD-t, és csak a musztánk hangjára figyelt. A kocsi pompásan működött, mélyen morajlottak a lóerők, mindenféle finomkodás nélkül. Richard arra gondolt, ha ezt a motort berakhatná valami jó öreg, kimustrált karosszériába, az lenne az ő kocsia. Bellantónió reggel hét óta a laboratóriumban ügyködött. Leszedte a megtalált mobil készülékről az összes új lenyomatot, és túl sok újdonságot nem talált. Aztán lemásolta a híváslistát. Az utolsó hívott szám Helen Rodiné volt. Az utolsó előtti Emerson mobilja. Nyilvánvaló, récsör hívta mindkét számot. Aztán egy hosszú híváslista következett az indianai specializált szolgáltatásokra regisztrálva. Ezek már nem biztos, hogy Richard hívásai voltak. Bellantónió ezt is följegyezte, ha bár tudta, hogy Emelzon úgy se kezd vele semmit. Az egyetlen kitörési pont a Helen Rodin hívás lehetne, de Emelzon nem engedheti meg magának, hogy egy védőügyvédet zaklasson amiatt, mert egy tanújával telefonon beszél, még ha az illető mellesleg gyanúsított is. Hiába való próbálkozás lenne. Ezért inkább a garázsbeli videószalagokkal folytatta a munkát. Négy nap, 96 óra, közel 3000 különböző jármű mozgása. Az emberei az egészet feldolgozták. Mindössze három kedileket találtak. Az első egy csontszínű eldorádó volt. Két ajtós kupé, elég öreg. Reggel tíz előtt parkolt le, és hat órán át maradt. A második egy új STS modell, röviddel déli 12 után érkezett sütörtökön, és két órán át a garázsban. A harmadik kedillek egy fekete devil volt. Reggel hatkor érkezett a garázsba pénteken. A fekete pénteken, ahogy Bellantónió nevezte. Reggel hatkor a garázs többnyire üres. A videó felvételen látszott, amint a devil fölhajt a rámpára, gyorsan és magabiztosan és az is látszott, amint négy perccel később távozik. Pontosan elegendő idő a forgalomterelő kúp elhelyezéséhez. A sofőrt egyik felvételen sem lehetett igazán kivenni. Csak egy szürke fort látszott a szélvédő mögött. Lehet, hogy bar volt az, de az is lehet, hogy nem. Bellantónió mindezt följegyezte Emersonnak, és magában memorizálta, hogy ellenőriznie kell, ez volt-e a legrövidebb parkolás, amit a videószalag rögzített? Gyanította, hogy igen. Aztán átnézte a törvényszéki szakértői jelentést Alexandra Dapri lakásáról. Egy gyakornokra bízták a feladatot, mert valójában nem a lakás volt a tethely. Semmi érdekes nem volt benne. Az égvilágon semmi. Kivéve az új lenyomatokat. A lakás tele volt új lenyomatokkal, ez magától értetődő. A legtöbb természetesen a lánytól származott. Volt azonban négy másik gyűjtemény is. Három ebből azonosítatlan. A negyedik új lenyomat, mint a viszont James Barhoz tartozott. James Bart tehát járt Alexander Dapri lakásában. A nappaliban, a konyában, a fürdőszobában. Semmi kétség efelől. Világos lenyomatok, tökéletes minták. Tévedés kizárva. Bellantónió följegyezte a dolgot Emelzonnak. Aztán elolvasta a halott kém jelentését. Alexandra Daprit a jobb halántékára mért egyetlen, nagy erejű ütéssel ölte meg egy balkezes elkövető. Az áldozat kavicsos felületre zuhant, mely szerves anyagot is tartalmazott, füvet, gyomot, szemetet. A holttestet azonban egy mészkővel kövezett sikátorban találták meg. Ebből következően a holttestet elmozdították a tett hiszen a helyszín és a felfedezés helye nem ugyanaz. Más tárgyi bizonyítékok is ezt erősítették meg. Bell Antonio újabb emlékeztetőt gyártott Emelzonnak címezve, két rövid kérdéssel. Richard balkezes? Rendelkezett gépjárművel? Az Azek egész reggel azon tűnődött, mit kezdjen Raskinnal. Raskin háromszor hibázott. Először, amikor elvesztette a nyomot, másodszor, amikor lehetővé tette, hogy hátulról megtámadják, harmadszor, amikor ellopták a mobiltelefonját. A zek nem szerette, ha az emberei hibáznak. Nagyon is utálta. Először arra gondolt, hogy Raskin bevonja az utcáról, és beülteti a ház földszintjére, a biztonsági rendszer képernyői elé. Na de miért veszélyeztetni a saját biztonságát egy pancser biztonsági őr alkalmazásával? Megszólalt a telefon. Linszki jelentkezett. 14 órán át kutattak, és semmi nyomát nem találták a katonának. Itt az idő, hogy rájunk az ügyvédnőre, mondta Linszki. Végül is nélkül semmi sem történhet. Ő a központ, ő mozgatja a szálakat. Ez viszont emeli a tétet, jegyezte meg az Az már így is elég magas. Lehet, hogy a katona elétszelt. Lehet, mondta Linszki. De kérdés, hogy mit hagyott maga után az ügyvédnő fejében? Átgondolom, mondta azek. ek. Visszahívlak. Folytassuk a keresést? Elfáradtál. Linski teljesen kimerült, a gerince sajgott a fájdalomtól. Nem, hazudta nem vagyok fáradt. Akkor folytassátok a keresést, utasította őket azek. ek. De rasként küld vissza hozzám. Richard lassított, amikor a stráda felkúszott a pillérekre. A középső sávban maradva elhaladt a könyvtár épület háta mögött. Két mérföldet ment egyenesen, s elérte a négysávos autópálya csatlakozási pontját, ahol az autókereskedések sorakoztak, köztük a jól ismert autósbolt. Kelet felé fordult egy országútra, majd újra észak felé tartott. Jeb Oliver farmja felé. Pár perc múlva ott volt az öntözött földek közepén. Az öntöző rózsák lassan forogtak, a napsugarak szivárványt varázsoltak a vízcseppekbe. A hátország, ahol a titkok lapulnak. Megállt az úton Oliver postaládájánál. A musztánggal semmiképpen sem célszerű behajtani a göröngyös, mély bekötő útra. Túl alacsony a felfüggesztése, a göröngyök fölsértenék az alját, a tengeit, a kipufogó rendszert, Isten tudja még mit. Enni Anni nem örülne neki. Úgy, hogy Richard állította a kocsit, és gyalog ment be a farmer épülethez. Vékony talpú cipőjében megszenvedett minden egyes göröngyöt és kavicsot. Jeb Oliver piros dodja ugyanott állt, ahol legutóbb. Szemlátomás nem mozdult el onnan. Vékony, barna porrétek telepedett a karosszériára, rászáradt harmad cseppekkel tarkítva. Az öreg farmerépület csöndes volt, az istáló lelakatolva. Richard nem foglalkozott a bejárati ajtóval. Megkerülte a házat, s egyenesen a tornáchoz ment. Jeb anyja ugyanott ült a hintaszékében. Ugyanaz a ruha volt rajta, de ezúttal üveg nem volt a kezében. Eszelős szemei, mint két csészei. Egyik lábát maga alá görbítette, másikkal a hintaszéket mozgatta, de kétszer olyan gyorsan, mint legutóbb. – Hello! – mondta. – Jeb nem jött vissza? – kérdezte Richard. A nő csak rázta a fejét. Richard megint hallotta ugyanazokat a hangokat, a hintaszék nyikorgását, a tornác padlójának recsegését. – Van magának fegyvere? – kérdezte. – Nem tartok – felelte a nő. – Telefonja? – Kikapcsoltattam. – Spórolok. – Meg aztán fölösleges is. – Ha szükségem van rá, kölcsön kérem Zsebtől. Az jó – mondta Richard. – Mi a francia van ebben? Csepp nincs itt. Pont ez a jó, felelte Richard. Én most szépen feltöröm az istállót, maga pedig nem tudja kihívni a zsarukat, mert nincs telefonja, és nem tud lelőni. Ez Csepp istállója, maga nem mehet be oda. Nem látom, hogyan tudna megakadályozni ebben. Richard sarkon fordult, és odaballagott az istállóhoz. Az ajtók akárcsak maga az épület, deszkapalánkokból készültek. Jó régen. Legalább száz nyár és száz tél égette és rohasztotta a faanyagot. A lakat azonban teljesen új volt. Úformájú bicikli lakat, amilyet a kerékpáros futásszolgálatoknál használnak. Az úforma egyik szára két fekete acélhevederem volt áthűzve, amelyeket az ajtóra erősítettek. Richard megérintette az árat megrázta. Nehéz acél és forró a naptól. Elég masszív szerkezet. Levágni, feltörni lehetetlen. De egy zár csak annyira erős, amennyire rögzítve van. Richard belekapaszkodott az ú alsó részébe, először finoman, aztán egyre erőteljesebben. A heveder engedett egy kicsit. Az ajtók megmozdultak, de aztán megálltak. Richard most mindkét kezével megragadta a zárat, és hosszú lábait kitámasztva hátra feszült, mint egy vízisíző. A korhat palánk megrecsent, majd némi erőködés után a bal oldalon egy jókora darab kiszakadt belőle. Egy szegecset is sikerült kitépnie. Richard nagy levegőt vett, és újból neki feszült. Kiszakította az egész hevedert, a lakat a földre hult, és az ajtók kitárultak. Richard arra számított, hogy egy komplett metilalkohol laboratóriumot talál odabent. Hosszú munkaasztal kémcsövekkel, propánégőkkel, égőkkel, csomagoláshoz előkészített új zacskókkal. Vagy egy jókora készletet, amely forgalmazásra vár. De nem látott semmi ilyet. A hiányos palánkon át hosszú kásfénycsíkok szűrődtek be, és a rendesen felsöpört földpadlóra vetültek. Az istáló teljesen üres volt, kivéve egy használt terepjárót, mely a tágas tér kellős közepén állt. Egy sevi szilverádó volt, nem új darab. Világos barna, mint az égetett agyag. jármű, Alapmodell, esztrák nélkül. Tiszta volt, de küssé viharvert. Rendszámtáblája nem volt. Az ajtók zárva, kulcs sehol. Mi ez? Reacher megfordult, és Jeb Oliver anyját látta maga mögött. A nő görcsösen kapaszkodott az ajtófél mint aki nem akarja rászánni magát, hogy átlépje a küszöböt. Ez egy furgon, mondta Richard. Azt én is látom. Jebé? Soha nem láttam itt eddig. Mivel járt a fia a piros dodge előtt? Nem ezzel, Richard közelebb lépett, és bekémlelt az ablakon a vezető oldalán. Kézisebb váltó, poros és koszos. A jármű sokat futott. Hűséges tulajdonosra utaltak a jelek, de olyanra, aki azért nem teszi tönkre a kocsiját. Soha nem láttam itt korábban, ismételte a nő. Úgy nézett ki a jármű, mintha régóta állt volna itt. A kerekei laposak semmi olaj vagy benzinszag. Ott állt élettelenül, porréteggel fedve. Richard letérdelt, és alulról is szemügyre vette. Semmit nem látott. Csak a kövekkel, kavicsokkal fölsértett alvázat. – Mióta állhat itt ez a csotrogány? – kérdezte odalentről. – Nem tudom. – Mikor tette föl a lakatot az istállóra a fia? – Két hónapja talán. Richard feltápászkodott. Mire számított? Mit talál? kérdezte a nő. Richard megfordult, és a szemébe nézett. Tág pupillák, hatalmasak. Többre, mint amit ma reggelizett, mondta. A nő elmosolyodott. Arra gondolt, hogy Jeb főzőcskézett ide bent? Talán nem. A mostoha apja diktálta neki a dolgokat. Maga férnél van? Már nem, de most is ő diktál, Miért tartja itt bent ezt a tragacsot, miközben az új kocsi meg odakint áll? Passz, mondta a nő. Jebnek mindig voltak fura dolgai. Richard kiment az istállóból, és beúzta az ajtó mindkét szárnyát. Aztán visszatette a lakatot, s mindent helyre igazított, hogy a lehető legkevesebb nyoma legyen a behatolásnak, majd távozott. Csebb visszajön valamikor? kiáltott utána a nő. Richard nem válaszolt. A Mustang nyugat felé vette az irányt. Richard benyomta a CD lejátszót, és fölerősítette a hangot, miközben a tízmérföldes, nyílegyenes úton megcélozta a horizontot, amelyet soha nem fog elérni. Raskin egy hernyótalpas eszkavátorra ásta a saját sírját. Ugyanaz a gép volt, amelyel korábban a zegföldjét egyengedték húsz hüvelyknyi kotrókanállal rendelkezett, melynek négy hatalmas acélfoga volt. A kotrókanál hosszú, lassú harapásokkal mélyeztette a könnyű szerkezetű talajt, és félrelapátolta a kiásott földet. A motor felzúgott és lelassult, felzúgott és lelassult, és füst felhőket pöfögött az indianai égre. Raskin a szovjet rezsimben született, és élete folyamán sokat látott. Afganisztán, Csecsenföld, elképzelhetetlen politikai földrengés Moszkvában. Más az ő helyzetében már sokszor feldobta volna a talpát, és ez a tény természetes orosz fatalizmusával keveredve teljességgel közömbössétette őt saját sorsa iránt. Ukáz, mondta azek, megfelelbezhetetlen parancs. Nyicsevó, felelte Raskin. Nem tesz semmit. És folytatta az ásást. Szép nagy gödröt ásott, hatvan centi széleset, két méter hosszút, két méter mélyet. A kiásott földet takaros kis dombá formázta. Amikor befejezte, félreállt a munkagéppel és leállította a motort. Lemászott a fülkéből és várt. Menekülésre nincs esély. Értelme sincs megpróbálni. Ha el is szökne, mindenképpen megtalálnák. És akkor nem lenne szüksége sírra. Szemetes zsákokat használnának. Ötöt vagy hatot. Dróttal kötnék el a fekete műanyag zsákok száját, melyekbe a testrészeit csomagolnák. Téglákat kötnének a zsákokra, és bedobnák a folyóba. Látott már ilyet. A zek kijött a házból. Alacsony, tömzsi ember, öreg már. Nagyon lassan lépked, takarékoskodik az energiájával. A zek megállt Raskin előtt. Késcsonkját a zsebébe mélyeztette, és elővette egy kis pisztolyt. Mutató ujja csonkja és hüvelykujja közé fogta a fegyvert, és Raskin felé nyújtotta. – Ukáz! – mondta a zek. – Nyicevó! – felelte Raskin. Rövid, nyájas, szabadkozó kifejezés – mint a franciába a de Rian, a spanyolban a de Nada, az olaszban a Prégo. Kérlek tisztelettel, állok rendelkezésedre. Köszönöm, mondta az Raskin odaállt a gödör keskeny végéhez. Kinyitotta a pisztoly forgótárát, és egyetlen töltényt látott benne. Aztán becsukta, és addig forgatta a tárat, amíg a töltény a pisztolycsővel került egyenes vonalba. Aztán visszahúzta a kakast, és a fegyvercsőjét a szájába tette. Megfordult, most szemben állt a zekkel, és háttal a gödörnek. Hátrébb araszolt, hogy a sarka a gödör szélére kerüljön. Nyugodtan állt, egyenesen, kiegyensúlyozottan, összeszedetten, mint egy olimpikon műugró egy nehéz hátraszaltó előtt. Lehunta a szemét, meghúzta a ravaszt. Mérföldes környezetben fekete varjak csaptak a magasba balármáson. Vér, agyvelő, csontszilánk tört át a napsugarakon. Raskinteste hanyat dölt, és pontosan landolt az átalakijásod sírgödör közepén. A varjak megtelepettek valahol távolabb, és a távolban dolgozó kőfejtőgépek zaja olyan volt, mint maga a csend. Aztán az eg fölmászott a hernyó kabinjába, és beindította a motort. Az emelőkarok végén golflabda gömbök voltak, úgyhogy csonka kezeivel elég jól tudta kezelni a munkagépet. Rícsör a várostól 15 mérföldnyire északra megállt, és két hatalmas, V alakban találkozó öntözött földterület sarkánál kiszállt a kocsiból. Körben mindenütt öntözött földek voltak, és az öntöző rózsák lassú, méltóság teljes tempóban forogtak, s lövelték ki a vízsugarakat. Leállította a motort, és kiszállt a kocsiból. Nyújtózkodott, és ásított egy nagyot. A levegő tele volt permettel. Az öntöző berendezések masszív áványzataikkal és hosszú karjaikkal olyanok voltak, mint idegen bolygóról érkezett űrhajók. Mindegyik földterület közepén volt egy központi függőleges nyomásszabályozó álványcső, amely úgy festett, mint egy fémből öntött kémény. A horizontális öntözők a száz kicsin szelebből lövelte ki a vizet teljes hosszúságban. A kar külső végein függőleges támasz ellensúlyozta a terhelést. A lábazat egy gumikeréken gördült. A kerék akkora volt, mint egy repülőgép kereke. A gumikerék kitaposott nyomvonalon rótta végtelen köreit. Richard figyelt és várt, amíg a hozzá legközelebbi földön a kerék közel jött hozzá. Odalépett mellé és fölvette a mozgási sebességét. Maga a kerék a csípőjéig ért. Az öntöző karjóval a feje fölött magasodott. Követte a szerkezet tempóját, és az óramutató járásával megegyező irányban lassan lépkedett a hideg permedben. Az öntöző rózsák hangosan sziszegtek. Hosszú-hosszú köröket rajzoltak. Az öntözőcső lehetett vagy ötven méter hosszú, a kitaposott ív hossza tehát, melyen a gumikerék gurult, legalább háromszáz méter. Pi szorozva az átmérővel. A terület nagysága szorozva a sugár nézetével, azaz legalább 1704 szögöl. Ez viszont azt jelenti, hogy a kieső sarkok több mint 500 négyzetmétert tesznek ki egyenként. Mint a lőlap elpocsékolt sarkai. A mustang épp egy ilyen sarokban állt, ebből a távolságból arányosan akkora volt, mint egy golyó ütötte Mint Charlie valamelyik lövedékének a nyoma a lőlap sarkában. Richard visszaért oda, ahonnan elindult, kissé nedvesen, sáros csizmával. Kilépett a körből, és megállt a kavicsos útpatkán, s felé nézett. A távoli horizonton varjú csapat szállt fel hirtelen, majd a fekete madarak visszatértek a földre. Richard visszaült a kocsiba, és ráadta a gyújtást. Lengette a tetőt, és az órájára pillantott. Két órája maradt még a Franklin irodájában megbeszélt találkozóig. Hátradőlt az ülésen, és hagyta, hogy a napsugarak megszárítsák az ingét. Zsebéből elővette az összehajtogatott lőlapot, és hosszasan nézett rá. Megszagolta. A nap felé tartotta, és nézte, ahogy a fény áthatol a hullámos kerekjukakon. Aztán újra zsebretette a papírlapot. Felfelé nézett, és nem látott mást, csak a Kék Eget. Szemét lehúnyta, és tűnődni kezdett egyén és motiváció, illúzió és valóság, bűnösség és ártatlanság kapcsolatán, valamint a véletlenszerűség igaz természetén.